Köszöntök mindenkit! A helyzet a következő. Drámai bejelentéssel kezdem. Nem az, hogy ide érkeztünk, ez is egy külön dráma volt. De ezek a székek kényelmetlenek, viszont ez nem lesz egy könnyű futam. Tehát eleve egy olyan 3-4 órás lemaradással kezdünk, és én csak idézeteket fogok felolvasni. Ráadásul ez egy nagyon kényes téma. Annyira kényes téma, hogy ha véletlenül valaki egy ilyen előadás után mondjuk felkeresi lelki gondozóját, a lelkészét vagy a plébánosát, lehet, hogy olyan mondatokat fog hallani, hogy azt is megbánja, hogy itt járt. Viszont a tények tények, a hitbéli meggyőződés az hitbéli meggyőződés, de minden hit valóság alapját a valódi tények fogják meghatározni. És jelen pillanatban az a vallás, amit kereszténységnek mi gondolunk és nevezünk, úgy általánosságok kategóriáján belül, az már a vallás fogalmát sem meríti ki. Tehát tudomásul kell venni, legfeljebb egy ilyen jótékonykodó, szociálisan érzékeny szervezet formáját kezdi felölteni. És természetesen most nem a mindennapi élet, akár jó vagy rossz tapasztalatairól van szó, hanem arról az irányról, amelyik irányba a nagyegyház elmozdult. Na most ott már hit nincsen, vallás nincsen, mellébeszélés meg pontosan annyi van, mint a mindennapi élet és a politika területén. Tehát gondolom érzékeljük, hogy ilyenkor tényleg izgalmas a kérdés, mert az ember valahogy úgy jelenik meg a világban, hogy szeret valahova tartozni. És ez a hova tartozási érzés, ez általában nagyon sokunkat vakká tud tenni. Tehát a mindennapi életben is van olyan, hogyha én valakihez tartozónak tartom magam, akkor az ő hibáit nagy valószínűség szerint olyan elegáns módon fogom, hogy úgy mondjam, nem észrevenni, hogy az valami hihetetlen. És mondjuk egy barátom vagy egy másik ember, egy teljesen idegen ember pedig azt mondja, hogy te most ki ez a bunkó itt, aki megszólalt. Na most ezért érzékeny a téma, ezért nehéz az ügy, mert itt nem azt mondom, hogy szövetséget kell kötnünk, félreértés ne essék, de tényleg tisztázni kell valamit. Hogy aki hitében rosszul lesz, az az első mondat után jobb ténylegesen, hogyha kimegy, de azt ne próbáljuk meg, hogy elkezdjük egymást győzködni, megvitatkozni. Hanem valamit tudomásul kell venni, és ez pedig a következő. A 19. század óta vannak olyan témák, amelyek nem tabu témák, hanem érdekes módon újra tabu téma lett belőle. Hogy miért, én erre tudnék válaszolni, de nem fogok, mert most elsősorban nem ez a lényeg. Tehát a 19. században már a keresztény valláson belül, mivel mindenki olvassa a Bibliát, annak az ótestamentumi és újtestamentumi részét is. És általában már nemzeti nyelvekre fordították le arra az időre a Bibliát, tehát ez azt jelenti, hogy nem kellett megtanulni latinul, nem kellett megtanulni görögül, bárki levehette a polcról, és megnézhette, hogy mi van benne. És természetesen felmerült egy kérdés például, hogy milyen alapon tekinti mondjuk az egyház Jézus zsidó származásúnak, amikor az új szövetség alapján csak egyet lehet mondani becsületesen, hogy nem zsidó származású. Na most gondoljuk végig ezt a mondatot. És itt nem arról van szó, hangsúlyozom, hogy lehetett volna így is, vagy lehetett volna úgy is, hanem az, hogy az evangéliumok tanúsága szerint ma egy becsületes gondolkozónak legalább odáig kellene eljutni, hogy elolvastam a 4 evangéliumot, mondja, és azt mondja, hogy ebben van annyi adat, ami Jézus zsidó származása mellett szól, de van legalább annyi, mondjuk számára nyugtalanító adat, ami kategórikusan arra mutat rá, hogy nem volt zsidó származású. Na most akkor milyen legyen az én hitem, mondja, ha nekem azt papolták éjjel-nappal, hogy ezt a Szentlélek sugalmazza. Most hogy lehetséges, hogy egy Szentlélek nem tudja, hogy mondjuk adott esetben egyik pillanatban tudja, másik pillanatban elfelejti. Tehát itt vannak a veszedelmes tételek,
És hát itt vannak a beidegződéseknek a tünetei, mert a beidegződéseknek van egy olyan sajátosságuk, ez egy nagyon jó kifejezés, hogyha sokáig idegelnek be, vagy hogy úgy mondjam, nyomás gyakorolva egy intelligenciában lévő tudati idegvégződést, akkor ott bármit egy idő után be lehet adni. Tehát az a legfontosabb, hogy kellő időben, lehetőleg már fiatal korban, ugyanazt hallja arról a témáról ugyanolyan módon. És hogyha az nem igaz, felnőtt korára ez már nem lesz így, hogy nem igaz, mert ő úgy hiszi, hogy igaz. Na most ezeket a kérdéseket, amiket most viszont tárgyalni fogunk, nem is szabadna elővenni. Na most miért vesszük mégis elő? Mert nagyon elszemtelenedett és hazugság mámorban, agresszív módon, öldöklő, kegyetlen világban élünk. És ilyenkor nem lehet szentimentálisnak lenni, nem lehet érzelgősnek lenni. Tehát hangsúlyozom, ez a téma, amit most a fő csapás irányt meg fogunk határozni, mert pártus kérdésre túl sok időnk nem lesz, tehát már most jelzem, azzal elment a 3/4 óra sajnos, ilyen-olyan úton van. Most megmaradunk a izgalmas terület vonatkozásában, de állandóan majd természetesen, ahol lehet, a pártus történelem korszakai majd egy kereten belül megpróbálunk meghatározni. Tehát rendkívül izgalmas az ügy, rendkívül, hogy úgy mondjam, idegborzoló tud lenni, és az a helyzet, hogy ennek az előadásnak ilyen módon biztos, hogy nem, de én sokkal jobban örülnék, hogyha mondjuk teológián kezdenék el ezeket az ügyeket feszegetni. Tehát hivatalos oktatási rendszeren belül miért? Hát azért, mert hangsúlyozni kell valamit. Ha csak egyetlen egy adat lenne arra a Szentlélek által sugalmazott műben, hogy Jézus nem volt zsidó, akkor ez mit jelent? Akkor már ezen az egyetlen egy jelzésen is el kellene tűnődni, hogy hogy maradhatod benne, hogy kerülheted bele, és egyáltalán mi ez az ellentjegyzés. És miért kínos ez a tétel? Azért, mert az Atya, az maga a Teremtő Isten, és Jézusnak nincs földi apja. Magyarul ez mit jelent? Ez azt jelenti, amit már jeleztem, hogy fájdalmas, hogy idáig jutott a világ, hogy egyáltalán ezekről a dolgokról így kell beszélni. Mert ez nem egy kitisztulásnak a jele, hanem egy leépülésnek. Egy hihetetlen nagyfokú szellemi-lelki leépülésnek. Hiszen hogyha az Atya maga a Teremtő, akkor ez már kizárja azt a lehetőséget, most az apai vonalon úgymond, mert apja eleve nincsen, hogy mondjuk valamilyen néphez, nemzethez való származási kérdést egyáltalán föltegyünk. Tehát itt már egy óriási bukási lehetőség van. Ő ugyanis fölötte van ennek a szintnek. Na de ha abban a pillanatban, ha hangsúlyozzuk az egyik álláspontot, akkor nem nehéz kitalálni, hogy nem csak a zsidó Jézushoz jutunk el, hanem a zsidó Istenhez is. Márpedig egy Istenről mégiscsak feltételezni kell azt, hogy úgy teremti a világot, hogy úgy mondjam, nem egyetlen egy nép, hogy úgy mondjam, kapta fájára fogja az emberi arculatot, emberség vonatkozásában meghatározni és elindítani. És azért nagyon szűk látókörre val az teológiai körökben, hogy mondjuk Isten munkáját egyetlen egy nép történelmén keresztül abszolutizálni. Ez valami hihetetlen. Hát gondoljuk végig, ennyi erővel nyugodtan 6 milliárd embertől el lehetne tekinteni. Márpedig maga a Teremtő nem tekint el tőle. Nem tekint el népektől, nem tekint el nemzetektől, nem tekint el történelmi korszakoktól, személyektől. Tehát ez vitán felülálló tétel. Viszont van még egy érdekes jelenség ebben az egész históriában, ahol a származás kérdése egyáltalán felmerülhet, az természetesen egyedül az édesanyai vonal. Egyedül az édesanyai vonal. Na most itt pedig mellé beszélésnek, visszabeszélésnek helye nincsen. Mert az, hogy mondjuk egy zsidó szaktudomány erről mit mond,
egyik könyvbe és a másikba, ez a szerző beállítottságának a függvénye. Tehát vannak olyan, hogy úgy mondjam, szerzők, akik lehet, hogy szimpatizálnak a kereszténységgel, vagy fontosnak tartják az ügyet, és nem is vitatják Jézusnak a származását, mondanám, hogy úgyis zsidó volt. Igen, ám, de a zsidóság körén belül nem ez az általános, hanem mi az általános, hogy 2000 éven keresztül, és 2000 év nagyon nagy idő. Tehát maga a zsidóság, tehát nem egy-egy, hogy úgy mondjam, érdekes hajlamú, kiemelkedő személyre gondolunk itt, mert mindig vannak ilyenek. Hanem arról, hogy maga a zsidó vallás mondjuk, és egy rabbinikus hagyomány, Jézust miért nem fogadta el? Na most erre a legmeggyőzőbb válasz nagyon egyszerű, mert sok baj volt vele, de nem volt olyan származású. És a messiásnak Dávid házából kell születni. Ő pedig nem onnan született. És ráadásul az anyjáról is csak azt lehet tudni, hogy nem volt zsidó származású. Na most ennek mi a folytatása? Hihetetlen egyszerű ügyről van szó. Maga a zsidóság, és vannak olyan népek, hát eleve az emberiség a saját múltját már egy népen, vagy egy törzsön, vagy egy nagyobb egységen belül, vagy apai vonalon tartja számon, vagy anyain. Egy embernek általában apja és anyja van, de tudni lehet, hogy maga a zsidóság az anyai vonalat tartja, kifejezetten, hogy úgy mondjam, a származás főtételének. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek csak az apja zsidó származású, az anyja viszont nem, akkor nagyon örül egy filoszemita hajlandóságnak, be is fogadják egy úgynevezett körbe, de soha nem fogják zsidó származásúnak tekinteni. Akinek viszont az édesanyja az, az apja lehet akárki, ő a származás rendje, joga és útja szerint is a zsidó népnek a gyermeke. Na most Máriáról, amit a rabbinikus hagyomány úgy 2000 esztendőn keresztül tart, állít és kijelent, hogy nem volt zsidó származású. Akkor kedves kereszténység, mire ez a nagy igyekezet? Mire ez a nagy pedálozás? Mire ez a, hát akkor milyen származású lett volna? Nem is kérdés, hangsúlyozom. Mert ha valakinek az életében ennyi lebegtetett tartomány van, akkor ez már figyelmezteti az emberiséget, hogy Jézus származása nem tűri meg egy néphez való konkrét vérszerinti tartozás sem, mert vissza lehet vele élni. Most ezen viszont nem tudom, hogy mit nem lehet megérteni. Ez egy nagyon egyszerű ügy. Viszont ebben a 19. században, amit már jeleztem, tényleg vannak előfutárok, és nem egy házon kívül, hanem egy házon belül. Tehát ha véletlenül majd a plébános vagy a lelkész kitér a hitiből, tessék figyelmeztetni, hogy legalább saját kereszténysége eszmetörténetén belül méltóztassék tájékozódni. De ezt a méltóztassék tájékozódni, ez valahogy nem méltóztatik meghallani. Vannak tisztességes, becsületes, utána járó emberek, és félreértés megint ne essék, már túl sokszor mondtam, tehát nem, hogy úgy mondjam, az elszigetelt jelenségekkel, meg azzal van a gond, hogy persze, hogy mindenki jó ember, mindenki jót akar. Most általánosságokban vagyunk kénytelenek fogalmazni, mert példa oda-vissza mindenre van. Ilyen az emberi élet. Gyakorlatilag oda-vissza mindenre ezer példát lehet találni, de mégis mindennek van egy menete. Egy biztos a 20. század és inkább a második felének menete az, hogy bizonyos dolgokat egészen egyszerűen kiiktatnak, mert nem illik bele bizonyos elképzelésekbe. Na de hát itt egy vallásról van szó, itt Isten fiának földi létéről van szó. Mi az, hogy nem illik bele mondjuk 20. század közepi világelképzelési modellekbe? Tehát el kell dönteni, hogy képzelegni akarom, vagy ha már felmerült ez a kérdés, utána járunk, ha utána járunk, megköszönjük, nem erőltetjük tovább, mert szó nincs arról, hogy ezt éjjel-nappal erőltetni kellene,
De ha egyfolytában az ellenkezőjét nagy vehemenciával hirdetik, akkor viszont tudni kell, hogy éppen hazudnak nekünk, vagy éppen igazat mondanak nekünk. Ezt azért vallásos lelkületben, önmagunkon belül el lehet intézkedni, és ez tényleg általános emberi erkölcsi kérdés. Mert amivel soha nem lehetett játszadozni, az egy embernek a származása. Na, innen válik izgalmassá az ügy, tehát 19. század, és elsősorban azok a felekezetek, például a protestáns egyházon belül. Nemhogy ez kérdés volt, kötelező volt kérdésként feltenni. Tehát hol indulnak el a folyamatok azokban a kényes ügyekben, amiket most így elő fogunk hozni? Hát nyilván nem a katolikus oldal, de egy biztos protestáns oldal, eleve a protestantizmus vitatkozik. Ez a mániája. Hát ide van írva, vitassuk meg. És egyszer csak észveszik, tehát most pont az van odaírva, amit eddig nem is vettünk figyelembe, vitassuk meg. Aztán jön a 20. század, és kiderül, hogy a magyar, hogy úgy mondjam, művelődés történeten belül van egy nagyszabású irodalmi múltja ennek a kérdésnek, ezt nyugodtan nevezhetjük ferences irodalomnak. Nem azért, mert a ferenceset hozzák elő, hanem azért, mert a század első felében Zajti Ferenc, a század második felében pedig egy Badinyi Jós Ferenc veti fel nagy erővel ugyanazt a kérdést. Meg kell mondani, hogy mind a ketten már egy bejáratott előzmény világra hagyatkoznak. Ha megnézi az ember Zajti Ferenc művét, kiderül sokkal és pontosabban adatolt, mint Badinyi Jós Ferenc művét. Megnézi az ember Badinyi Jós Ferenc művét, és kiderül, hogy az a Pártus Jézus, vagy Betlehemi Herceg, hát különféle címeken sokszor megjelent, hát az nem tudom, de legalább van 3-400 oldal. Most abból a 3-400 oldalból körülbelül 50 oldal a tényadat. 50 oldal. A többi az olyan, hogy meg lehet köszönni, nagyon érdekes, nagyon jó, csak hát ez megint csak olyan, hogy vagy úgy volt, vagy nem úgy volt. Egy 50 oldalban jelenik meg a szikár tényanyag, és inkább olyanok Badinyi Jós Ferenc érvei, mintha egy új vallást akart volna alapítani. Tehát nem a tényekre alapoz, hanem hitbéli meggyőződés, hogy higgyük el, hogy. És kiderül, nincs mögötte semmi. Na most ennek is majd utána fogunk természetesen járni, és a két nagy Ferenc, oldalvizén, vagy bűvkörében, vagy tőle függetlenül pedig, ha elmegyünk egy nagyobb könyvtárba, és mondjuk ilyen témakörökkel foglalkozó, hát interneten már egyébként van ilyen, kiderül megint csak, hogy Úristen, hát mi le vagyunk maradva. Ennek angol, francia, német, magyar nyelvű irodalma akkora, hogy így szépen a könyvtárteremet még egyszer meg lehetne tölteni. Akkor mi itt a kérdés, mi itt a probléma? A probléma az, hogy magyar ember ilyen kérdéseket nem vethet fel. Miért nem vethet fel? Hát ennek mentén fogunk most elint, felvetheti egyébként, csak érdekes módon mégsem annyira. Hát a Badinyi könyvet Bérli Frey nevezetű szerzőpáros vagy szerző művére hagyatkozik. Gyakorlatilag, ha az ember figyelmesen elolvassa a Pártus Herceget, akkor kiderül, hogy ő egy könyvet, már egy Badinyi Jós Ferenc, egyszer magyarított. Tehát átültette magyar nyelvre, ami mondjuk a Bérli Frey esetében a germán származásnak volt a verdöntő mítosza, az Badinyi Jós Ferenc esetében a Pártus származásé lett. Na most ilyen alapon sem lehet 5-ről 6-ra jutni, egy lépést nem tettünk meg ilyen alapon az igazság érdekében. Viszont a tények tényleg makacs tények. És ha már egyszer Badinyi Jós Ferenc neve felmerül, akkor tudni kell, hogy ő soha nem azért volt, hogy úgy mondjam, kortörténeti jelenség, világító fáklyaként, mert minden egyes mondatában megdönthetetlen bizonyítékok szerepeltek, hanem azért, mert valami miatt úgy benne volt a kor hangulatban az a lelkesítő erő, ami belőle fakadt. Tehát így már visszatekintve, akár milyen művét veszi az ember a kezébe, úgy megkérdezi az ember magától, hogy Úristen, hát ezért lelkesedtünk évtizedeken keresztül.
Hát fölötte is elment az idő. Ezt tényleg tudomásul kell venni. Viszont ő nagyon sok mindenkit indított útra. Viszont ő, róla tudni kell, hogy katonatiszt volt, berepülő pilóta, és hát ha egy pilóta valamire rárepül, akkor lehet tudni, hogy kőkövön semmi nem marad. Na most az ő témára való rárepülései egy kicsit ilyen hangulatot támasztottak, de hogy ő mennyire kiváló ember volt, egyszer valaki odajött egy hasonló téma alkalmával előadás végén, és elmondta, hogy az ő életét a II. Világháború kezdetén Badinyi Jós Ferenc mentette meg. Tehát ő életeket is mentett, tehát nem akárkiről van szó, hozzá kell tenni. Viszont az, hogy valaki forrásoktól távol, távol a hazától kénytelen, nemzet érdekében nap mint nap megküzdeni, annak sajnos így jelentkeznek a hátulütői. Hogy egyszer nem ismeri a magyar múltat, nem ismeri a magyar művelődés történet ide vonatkozó emlékeit, és nem tud tájékozódni. Van egy ihlető erő, amit nem tud tényekkel alátámasztani a legtöbb esetben. De ez az érdeméből semmit nem von le, és nekünk kell hozzászokni ahhoz, amit régen így neveztek, hogy kaláka. Ismerjük ezt a jelenséget. Tehát ki miben jó, az életnek vagy a munkának azon szakaszában vagy fázisában, ő kerül az élre. Aztán egy idő után, amikor ő már nem odavaló, mert más ügyek jönnek, megint más kerül az élre. A mai magyar társadalomnak az a gyermetek betegsége, hogyha valaki mondjuk már elért bizonyos szintű tájékozódási úton eredményt, akkor a tudását rávetíti mindenre. És valami elképesztő szörnyetegek, idiotizmusok kelnek ki ebből a dologból. És az a tragédia, hogy maga a társadalom válja el tőle. Tehát legyünk becsületesek és tisztességek, aki orvos, orvosnak kiváló, aki grafikus, grafikusnak kiváló, aki nem akarok példákat mondani, de mi azt akarjuk az ilyen kortárs nagyjainkból előcsalogatni, ami nem biztos, hogy megvan bennük. És nem ők okozzák a csalódást, hanem rá kell döbbenni. Hát mi akarunk tőlük olyanokat, ami nyomorult, szegény, szerencsétlen emberben úgy sincs benn, mi csaljuk őt lépre, lesz belőle egy diktatórikus, ilyen parafenomén, zsarnok természetű magamutogató, és mondjuk egy pár év múlva legyingettünk rá, hogy az is csak olyan ember. Nem kellett volna őt bevinni, ahogy mondani szokták, abba a bizonyos elvárásos területbe. Na ennyi bevezető után jön az idézeteknek a, hogy úgy mondjam, Armageddont akartam mondani, de nem akarok fenyegetni senkit, viszont amennyire nagy ez a terem, annyira nincs már most elegi. Tehát ott lehet ablakot nyitni talán, próbáljuk meg. Tehát az Új Szövetségből fogok elsősorban idézni, és ha nem onnan, természetesen ott is a forrást meg fogom jelölni. Tehát apostolok cselekedete. És az ember egyszer már arra szeretne reményt kapni, hogy a csíksomlyói nagy zarándoklat alkalmával, mert azt mindig pünkösthöz igazítják hozzá, a pünköst az egy mozgó ünnep, tehát éppen úgy, mint a húsvét, eleve nyilvánvaló módon a húsvét vasárnapja fogja kijelölni majd a pünköst ünnepét, a pünköst vasárnapját. De mivel a húsvétot hogy kell kiszámítani, tavaszi napi egyenlőséget követő telihold utáni első vasárnap, most azonnal lehet érzékelni, hogy van egy lüktetése a két nagy ünnepnek, a feltámadásinak és a Szentlélek leáradásának. Tehát ez azt jelenti, hogy például húsvét vasárnap az még úgy április 24-e tájára eshet, de már március végén lehet. Most gondoljuk végig. Az idén nem nehéz kitalálni, nagyon közel volt, szinte rajta ült a telihold a tavaszi napi egyenlőségen. Ezért március végén már ott volt az egész húsvét. Minden esetre az apostolok cselekedetei, azok gyakorlatilag tényleg a Szentlélek kiáradásával indulnak. És az az idézet, az nagyon fontos, amit felolvasok, és nagyon jó lenne, ha mondjuk ilyen búcsújáró, megigéző helyeken
mondjuk, aki a szentbeszédet tartja, ilyenkor, legalább ilyenkor ne az Ószövetségből prédikálna. Még a Szentlélek is visszafordul félétől. Hát gondoljuk végig. Tehát ennyire nem megtalálni az alkalomhoz illő üdvözlő beszédet. Tehát ez körülbelül olyan, hogy születik egy gyerek, elhívnak keresztelőre, mi kell pedig elkezdünk arról beszélni, hogy Jani bácsi tegnap meghalt, milyen szép volt a temetése. Körülbelül nem hisszük el, ilyen hihetetlenül, hogy úgy mondjam, mellé beszélő jelenségek kellett találkozni. Viszont az a negyedmillió vagy millió hívő ember egyszerre miért nem vonja meg ilyenkor a vállát? Ezért gondoljuk már végig, itt a magyarok jönnek össze, évről évre, Szentlélek kiáradásának ünnepén. És úgy úsztatnak rá szentbeszédeket, egyébként olyankor, nem tudom, hogy ki intézi az időjárás, de lehet tudni, mindig beborul és mindig elkezd esni. Amikor a hivatalos püspöki vagy egyházi beszéd elhangzik, akkor viszont, mintha az ég is jelezni, bármit csak eszne. Na igen ám, de viszont a hívek miért nem szólnak vissza, hogyha fent is azt mondják, hogy bármit csak ezt hagyjátok abba, akkor mi viszont, akik hallgatjuk most, mi ugyanezt nyomatékosítjuk. Mert nem lehet nagy eredményt elérni, de mégis van egy ige hirdetésnek egy nagyon érdekes hatása. Láthatatlan területeken is, láthatatlan módon a lélek szárnyait le tudja törni. Tehát amikor egy nép szárnyalna, akkor is megkapja, nem politikus szájából, hanem éppen egyházi vezető szájából, azt, amit egyébként a politikus szájából is naponta hall, és különösebben nem derül jó kedve tőle. Tehát, és amikor a pünkös napja előtt mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala, és megjelenének előttük kettős tüzes lángnyelvek. Egyébként lehet érzékelni, hogy nagyon jó dolog, hogyha az embernek az anyanyelve, az rátalál mindig a megfelelő eseményekre. Mert az, hogy itt tüzes lángnyelvek képében jelenik meg a Szentlélek, és nyelveken fognak szólni az apostolok, erre azért illik fölfigyelni. Mert az, ami számunkra természetes, az más népek nyelvén kimondhatatlan. Gondoljuk végig, az emberiség nyelvei között legalább a fele rész találunk olyan nyelveket, és Európában éppen eleget, amelyik a szeretet és a szerelem között nem tud nyelvi úton különbséget tenni. Azért gondoljuk végig megint csak, ha én hazamegyek a nagymamámhoz, és én kifejezem a szeretetet, nem azt fogom mondani, hogy szerelmes vagyok beléd, nagymama. Most képzeljük el azokat a nyelveket, ahol egy ifjú ember ugyanazokkal a szavakkal, vagy ugyanabból a szóból kiindulva val szerelmet, mint ahogy szereti mondjuk bármelyik embertársát. Hát ez számunkra elképzelhetetlen. Na de itt valamit jelez ám egy lelkület területén. Hogy az a világ, ahol mi szárnyalni tudunk, az nem biztos, hogy más népek lelki világában, világként tényleg jelen van. És akkor hogyan jutunk olyan gondolatokra, hogy mi oda akarunk fölzárkózni? Mert ott akkora a haladás, hova? Hát tudjuk, hogy a sötét szakadékban néha milyen lendületes a haladás. Én emlékszem, néhány évvel ezelőtt lendületben volt az ország. Hirdették. És akkor lehetett figyelmeztetni, ez körülbelül az a lendület, amikor a vak biciklis a lejtőn lefelé szágult, fogalma nincs, hogy hol van az út alatta, fogalma nincs, hogy mi történik vele, de szágult, és lendületben van. Most azért lehet látni, sajnos, hogy ezekre bizony oda kell figyelni. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ül le mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szentlélekkel.
és kezdének szólni más nyelven, amint a lélek adta nékik szólniuk. Na, itt válik majd izgalmassá a dolog, de majd meglátjuk, hogy miért. Minek utána pedig ez a zúgáslőn egybegyűl le a sokaság és megzavarodik, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Na most nem fogjuk elhinni, hogy akárhány új Biblia kiadás, de most már Bibliát is úgy adnak ki, hogy vannak eligazító lábjegyzetek. Tehát a hívő el tudjon igazodni, kap egy útmutatást, mit hogy kell értelmezni. Na itt bitang érdekes a dolog, mert lábjegyzetben azt tud szerepelni, szokott szerepelni, az új szövetség egyik legtalányosabb része. Mert nyelvi úton legalább kétféleképpen lehet érteni. Most ilyenkor lehet tudni, hogy legalább úgy akarják értelmezni, hogy a hívek ne tudják megérteni. Hát eddig arra volt büszke mondjuk egy nyelvészet, hogy milyen korrekt módon tudnak görögből latinra, latinból görögre újszövetségi dolgokat lefordítani. Amikor kicsit kényesebbek a dolgok, akkor hirtelen jönnek a kényes, érzékeny, szinte lefordíthatatlan nyelvi jelenségek. Tehát mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Na most ez miért kemény tétel? Mert Jeruzsálemben vagyunk. És ezek szerint Jeruzsálem ebben az időben nem egy nyelvű, nem egy ország népének, hogy úgy mondjam, központja. Ezek szerint itt vannak emberek, akik saját anyanyelvükön szólalnak meg, és érdekes módon egyik se héberül. Hát gondoljunk végig dolgokat. Itt Júda központjában vagyunk elvileg, Jeruzsálemben. A lakosság összetétele viszont elkezdenek saját anyanyelvükön megszólalni. És ez a Szentlélek első üzenete. Ha keresztény vagy, akkor az anyanyelveden legyél keresztény. Gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Hát ennek óriási hordereje van, mert aztán jön a kereszténységnek egy olyan időszaka, amikor eltekintenek ettől. Nem muszáj az anyanyelv, legyen görög vagy latin. És akkor el van intézve a dolog. Megyünk természetesen tovább. Álmélkodának pedig mindnyája, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak. Nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szóltak. Na most ez megint egy lélegzetelállító tétel, mert mit jelent az, hogy galileusok? Tehát ha nem zsidó nyelven szól, héber nyelven szól, hogy akkor a hébert éppen az arámi helyettesítette huszadrangú kérdés. Tehát egy biztos, az a nyelv, amit Júdeában egy júdeai zsidó beszélt, az jelen pillanatban nem az a nyelv, amelyen a Szentlélek ihletésére az népek és az apostolok megszólalnak. Mert itt az a kétértelmű jelenség áll fel, hogy elkezdenek vallástörténészek, nyelvészek, teológusok töprengeni, hogy vajon most a körülállókra vonatkozik ez, vagy az apostolokra. Teljesen mindegy, mert a végeredmény mi? Az, hogy az anyanyelvük nem onnan való, ahonnan nekünk naponta sulkolják, hogy oda való. Ez a bizonyos anyanyelv. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, melyben születtünk? Na, itt megint megáll az ember. Mert ha Jeruzsálemben vagyunk, és ők Galileából jöttek le, Galileából még érthető. Igen, ám, de a sokaság szól, hogy hogy hallhatjuk őket mi a saját nyelvünkön, melyben születtünk. Fel van adva a lecke. Na de jön a lényeg. Pártusok és médek. Jézus születése után néhány évtizeddel hogy szólalnak? Pártusok és médek, és elámíták, kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában, Kappadókiában, Pontuszban, Ázsiában.
halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Isten nagyságos dolgait. Kész. Ha csak ennyi szerepelne, ha csak ez az igehely szerepelne, és csak az apostolok cselekedeteiben, akkor már az egész judeokrisztianizmus alapvető tételei oda szépen, nem tudom, hogy hol van itt fogas, nyugodtan föl lehetne tenni. Mert oda való. Magyarul használhatatlan. Hát itt teljesen máshogy indul el a kereszténység. És mi a hihetetlenül kemény tétel? Pártusok és médek. És hogy folytatódik? Elámíták. Na most a pártus birodalom megalakulásáról egyet lehet tudni, hogy 7 fejedelmi személy, most figyeljünk oda, mert minden mondatnak titokzatos súlya van. Nem 3, nem 12, 7 fejedelmi személy vérüket egy edénybe csorgatják, egy serlegbe, egy kehelybe vagy kupába, körbe megy ez az edény, vérszerződés, testvérbarátság kötése történik meg, és megesküsznek égre és földre, hogy amíg ők és az utódaik élnek, mindig egyetlen egy fejedelmi nemzetség családjához lesznek hűségesek. És mindig az a nemzetség fogja a 7 fejedelmi nemzetség közül az ország uralkodóját kiállítani. És ezért az első fejedelmet Arszaknak nevezik, vagy Arszakésznek. Innen mondjuk azt, hogy a pártus uralkodói dinasztiának a neve Arszakidák. Mert Arszak kicsit már arhaikus ejtéssel, vagy klasszikus ejtéssel Arszakésznek lehet ejteni, akárhonnan merítjük a jelentést, egyetlen egy valódi jelentéshez jutunk el, ez a magyar nyelvben egyetlen egy szónak a névváltozata. És ez uralkodói név volt. Tehát ez nem személynév, nem keresztnév, nem, hogy úgy mondjam, felvett név, hanem minden pártus királynak megvolt a maga neve, de ő Arszakidák családjából származott. Na most minden magyar királynak és vezérnek és fejedelemnek megvan a neve, de ő a túli nemzetségből származik. Tehát megjelenik ez a különleges, titokzatos fogalom, és érdekes módon már a 18. századi, egyáltalán amióta magyar történetírása a történetírás szintjén számolni lehet, a pártus mindig a magyarok testvérnépének. És az Arszak uralkodó nevét pedig mindig így ültetik el, ez azt jelenti, amit a magyar nyelvben az ország. Tehát ők az ország urai. És bármennyire hihetetlen, tudni kell azt, hogy itt tulajdonképpen tényleg a nyelv szabályai nyújtják számunkra a segítséget, mert a magánhangzók, hogy hogyan illeszkednek a mással hangzókhoz, ezt gondolom tudjuk, ez dodonai titok. Egy biztos, mással hangzókat feltüntet, a magánhangzókat pedig értelemszerűen lehet belelehelni a csontvászszerű szerepet jelentő, tehát a stabilitást jelentő mással hangzók világába. A K pedig a köhögős mással hangzók kategóriájába tartozik. Tehát végeredményben most ne ijedjük meg, ez hangozhatott úgy is, hogy érsek, hangozhatott úgy is, hogy akár úgy is, hogy erőszak, de most jó értelemben, tehát egy erőnek a széke, és úgy is, hogy ország. Márpedig a kutatástörténetben és a jelentéstartományokban latin nyelvű, görög nyelvű források is, amikor körülírják a név jelentését, mindig az állam vagy az ország megszemélyesítését hangsúlyozzák. Mondjuk ki magyarul, országnak hívják. Na most ennyit az első tételről, a másik viszont
Az, hogy Jézus születése előtt 250 tájékán történik a hét fejedelmi személynek, valahol a Kaszpi-tenger és az Aral-tó, tehát itt vannak viták, de egy biztos, az a terület, ahonnan ők származnak, abban az időben egyetlen egy névre hallgat, Szkítia. És mivel leírják, hát én most tényleg, mert el kell tekinteni ettől, mert van 3-4 óra lemaradásunk. Tehát minden történelmi munkába utalna lehet nézni, a pártusokat érdekes módon saját maguk nem adatolják. Miért? Mert a pártus korszak után jön a szaszanida-perzsa korszak, és a szaszanida-perzsa uralkodók minden írásos pártus emléket megpróbáltak eltüntetni. És azzal a csodával állunk szemben, ami számunkra nem csoda, hogy 500 évig, fél ezer éven keresztül virágzik egy pártus nyelvű pártus irodalom, vagy egy pártus nyelvű, de latinra, görögre lefordított pártus irodalom, és ebből szinte semmi nem maradt fel. Viszont pártusokról van kínai forrásunk, van szog nyelvű forrásunk, van kop nyelvű forrásunk, van arámi nyelvű forrásunk, van latin és görög nyelvű forrásunk. És általában ahonnan mi értesülünk, ez megint egy kicsit egyoldalas, mindig a latin szerzők útjáról. Most tudni kell, hogy a római birodalom és a pártus birodalom nem vértestvéri szövetségkötésben tevékenykedett bizonyos történelmi időkben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak az ellenfelek és az ellenségek szájából, tollából maradt fent kézzel fogható tényadat, mondjuk a pártus birodalomról. És elmondják római kortárs történetírók, hogy a pártusok szkíták. Így. Tehát vitán felüláll, így feszítő népek családjából származnak. Na most azt a csodálatos és ténylegesen csak szkíta népekre jellemző, harcművészethez tartozó jelenséget, hogy vágtató ló hátáról. Tehát tudni kell, hogy most mi hangzik el. Tehát vágtató ló hátáról, nem álló ló, nem kocogó, nem ügető, hanem vágtató ló hátáról, és a vágtató ló ilyenkor mindig egy kicsit táltos lóvá változik. Mert vágtató ló hátáról úgy nyilazni, hogy közben visszafelé fordul valaki, megfeszíti az íjat, és egy megfoghatatlan, titokzatos pillanatban elengedi a megfeszített húrt. Most akármikor nem lehet elengedni. Van egy lélektani, villanásnyi ideig tartó pillanat, amikor a vágtató lónak egy villanásnyi időre szinte mind a négy lába hol van. A levegőben. Na most ez bármennyire hihetetlen, ez gyakorlatilag szkíta népeket leszámítva az ókori népek egyike sem tudta megcsinálni. Tehát ebből lehet valamit érzékelni. Ugye ez nem egy olyan könnyen bejárható dolog, hogy nálunk nem szokás, nem tudjuk, hogy hogy kell, de elhívunk egy-két szkíta, hogy úgy mondjam, edzőt, aki megtanítja nekünk. Évezredeken keresztül nem tudták megtanulni. Na most ezt a mozdulatot viszont így nevezték, hogy pártus lövés. Vagy pártus íjazás. Nem szkítának abban a korban, hanem pártus. Aztán, hogy még ismerősebb legyen a kép. Ha mondjuk valaki így felemeli a kezét. Ismerjük ezt a mozdulatot. Tel is tele van ezzel a mozdulattal az őskor óta egészen a mai időkig minden vallásnak a belső művészete. Mert ez egy szakrális mozdulat. Mégis ezt a mozdulatot a művészettörténet kutatás jellemző módon hogy nevezte? Pártustartás. Pártustartás. Miért? De általában pártus király szobrok révén szinte a pártus uralkodók egyenlen jellemző kéztartása az, hogy a jobb kezét felemeli és így tenyere kifelé megmutatja. Most ennek nagyon sokféle jelentése van, de leginkább nem az, hogy támadunk, hanem az, hogy barátok vagyunk. És nagyon jó barátok vagyunk. És az, hogy áldást és békességet hozok a világra, viszont a rosszat elhárítom.
Ismerjük azt, amikor valaki valamit mond nekünk, és nem nyeri meg a tetszésünket, és ösztönösen így csinálunk, hogy na-na, azért álljon meg a műnet. Tehát ez egyrészt most magasabb síkon, és ez nem mindig van a hétköznapi életben, elhárítja a rosszat, de nem csak elhárít, hanem szinte áldó tenyerét fordítja a világ felé, és a barátságot és a békességet, és tényleg a harmóniát és az emberséget jelzi. Na most elindul 250 tájékán, rövid időn belül Mezopotámiában vannak, fölszabadítják az Akamenida perzsák és az úgynevezett hellenisztikus uralkodók után válságos helyzetben lévő ősnépeket, az őslakosságot, és utoljára tényleg Tigris és Eufrátesz térségében mezopotámiai királyságot hoznak létre. Mit jelent a Mezopotámia? Nem azt jelenti, hogy Tigris és Eufrátesz, azt jelenti, hogy folyamköz. Tehát tulajdonképpen egy olyan korszak után, amit elindít a Sumér, megakadályoz az Akkád, majd utána, az Akkád után jön egy egészen brutális, kegyetlen asszír korszak, most közben évezredeket szaladtunk ám át, és azért nehogy azt mondjuk, hogy ezek egyenértékű történelmi korszakok. Utána jön egy káldeus-babiloni villanás, gondoljunk arra, hogy Nabukodonozor király, a Babilónia uralkodója. Utána jön, hát Dániel proféta könyvében szerepel az, hogy megjelenik Nabukodonozor után a következő babiloni uralkodó Baltazár. És miközben a lakomáját tartja, megjelenik egy kéz, lakoma kellős közepén a palotán, és valamit fölír a falra. Na most az, amit fölír, érdekes módon az ottani káldeus mágusok közül egyik sem tudja megfejteni. Most ilyenkor az ember elkezd gyanakodni, hogy milyen műben olvassa mindez. Dániel proféta könyvében. Jó, rendben van, értem. Értem. Tehát Dániel felemelkedésének kell valamiféle gyönyörű magyarázatot adni, hogy a király azt mondja, hogy valaki fejtse meg már ezt a feliratot itt. Úgy, hogy Nabukodonozor, az apa álmát senki nem tudta megfejteni, ki tudta megfejteni, Dániel proféta. Hát ezt tényleg gratulálni tudok, én elhiszem, csak azt nem hiszem, hogy a káldeusok közül senki nem akadt, aki meg tudta volna az uralkodó álmát fejteni. De egy biztos, megjelenik a felirat, valamelyiket megkettőzi, teljesen mindegy, de van egy mene és van egy tekel. És utána van egy név, ez a Farszin, ami a Párzsának az akkori neve. Tehát a perzsa népnév változata jelenik meg. Mit jelent ez magyarul? Majd olvassuk el Dániel proféta könyvét. Egy biztos, hogy olyan magyarázat van, a mene azt jelenti, és akkor fél oldal, hogy mit jelent. A tekel azt jelenti, fél oldal, hogy mit jelenti. A Farszin a fél oldal, hogy mit jelenti. Magyarul mit jelent? Mennetekkel. Ennyit jelent. Se többet, se kevesebbet. Az, hogy menjetek el, vagy mennetekkel, hát ezt tudni kell, hogy a szerves nyelven nagyon észszerű módon jelenik meg. Mert menjetek el, mert eleve mennetekkel. Vége van a küldetésnek. És kik jönnek utána? Bármennyire hihetetlen. Az, ami megjelenik a feliratban, a perzsák jönnek. És bizony ez egy nagyon kemény pillanat, mert tényleg megjelennek Kürosz élén, nomen est omen, hát megjelennek a perzsák. Utána jön a nagy sándori korszak, jön a hellenizmus, és teljesen kezd szétesni az ősi, több ezer éves alapottságú mezopotámiai kultúra, az őslakosságunk a kultúrája, és megjelenik az utolsó nagy felszabadító, úgy mondjam, jelenség. Utolsó történelmi pillanatban van egy kis rés, és megjelennek a pártusok. És gyakorlatilag, ha én a pártuskort elkezdem vizsgálni, jó, hát az alapítástól az eltűnésig, ezek kerekített évszámok, mert már 226-ban az utolsó pártus uralkodó harc közben életét veszíti. De van egy lecsengése. Tehát egy eszmény,
melynek tekinthető kezdet az Jézus születése előtt 250, egy végső lecsengés Jézus születése után 250, az akárhogy is vizsgáljuk, ez fél ezer év, ez 500 év, ez nagyon nagy idő. És egy biztos, a kettő között fele úton mivel találkozunk? A megváltó születésével. Tehát Jézus születésétől visszamegyek negyed évezredet, a hét fejedelmi személy vérszerződést köt. Előre megyek negyed évezredet, és gyakorlatilag a pártus birodalom már szinte minden szinten a megszűnés útjára tért át. Tehát a születés és a vég kellős közepén megjelenik a betlehemi jászó. Most ennek a történelmi tanulságai viszont egy mondattal elmondhatók. Nincs pártos birodalom, nincs keresztény vallás. De ezzel a tétellel majd menet közben fogunk természetesen megismerkedni. No, most elhangzott egy név, vagy ha nem hangzott el, akkor ezzel is foglalkoznunk kell. Ez pedig a Messiás név. Na most megint csak különös jelenség, hogy Jézusnak állandóan az a visszatérő neve, megnevezése nagyegyházon belül, hogy a Messiás. És amíg mondjuk különösebben az ember nem néz utána, hogy mit jelent a Messiás, fel sem merül az a gondolat, hogy esetleg Jézus mégsem Messiás. Vagy nem csak az, amit általában Messiásnak neveznek. Mert ha én a messiási szerepkört konkretizálom, akkor kiderül, hogy egyetlen egy nép jöhet csak számításba, egyetlen egy nép, már mások nem, akár demokrácia van a világban, akár nincs demokrácia, nem lesz olyan demokrácia, hogy azon a népen kívül mások is számításba jöhetnek. Tehát egyetlen egy nép, és így szokták meghatározni politikai, hogy úgy mondjam, felszabadítója, már megváltót sem mernék mondani. Éppen ezért tudom, hogy hihetetlen, én magam sem akartam elhinni, csak az ember forgatja az Ószövetséget is néha, nem árt egyébként. Egy biztos kiváló proféták, nem akárkik, mondjuk egy Ézsajás az egy jegyzett proféta. Hogy nevezik Kűroszt, a perzsa királyt? Messiásnak. A nép messiása Kűrosz. Kűrosz a helyzet. Ez nagyon kemény tétel. Hát Kűrosz sem származott Dávid házából. Hogy jön egyáltalán oda egy ószövetségi hagyomány, hogy egy történelmi szereplőt, egy perzsát messiásnak nevezzenek? Ezek szerint most figyeljük a mai teológiai tologató észjárást. Mert ilyenkor valahogy úgy abban marad a lelkesedés az ügy után. Mert mindig mit hallunk, hogy az Ószövetség az előtt, persze minden előzménye mindennek, ami régebben volt. Ha mondjuk véletlenül két nappal ezelőtt köhögött valaki Tibetbe, nem fogjuk elhinni, az is előzménye lehetett annak, ami mondjuk itt történik, hogy itt beszélgetünk, mert két nappal korábban történt. Előzmény? Hát előzmény időben, de hogy összetartozik szorosan, egymásból következik, magától értetődő természetességgel, az már nem. És azért gondoljuk végig, hogy állandóan éjjel-nappal azt a súlykolást, hogy úgy mondjam, gyakorolják, hogy megjövendőlik az ószövetségi proféták a messiást, miért ne jövendőlnék meg, és hát tulajdonképpen ezt fogja beteljesíteni Jézus. Na igen ám, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Kűrosz, Kűrosz, a perzsa Jézus előfutára. Hát minimum idáig el kell jutni. És akkor tapasztalunk egy olyan jelenséget, amit a hivatalos vallástörténet mentén, mondjuk egy Mircea Eliade, akinek származása garantált ezen a területen, tehát hitelesíti, nagy vallástörténeti művében megfogalmazza azt, amit érdekes módon keresztényekkel nem nagyon tudatnak. Tehát hangsúlyozom, valamit tudunk. Ha fogalmakat használunk, és ez nem magyar szó, nem latin, nem görög adott esetben, akkor annyit feltételezni kell a becsületesség útján, hogy az ember azt mondja, akkor mondjuk a
Júdában hogyan alkalmazzák ezt a kifejezést. És jön a megfogalmazás. És hangsúlyozom, Mircea Eliade, de ez egy nagyon nagy név. Tehát a 20. századi vallás történetnek ő a koronázatlan betetőzője, vagy nem is tudom, hogy ki ilyen. Vannak az embernek fenntartásai, de gyakorlatilag őt tekintik mércének. És joggal ebben a kérdésben, és a következőt írja. Jakve felkentje. Tehát ez lenne a messiás. Tehát eleve nem azt jelenti, hogy megváltó. Tehát nem megváltó, hanem eredetileg felkent. Igen ám, de kinek a felkentje? Jakve felkentje. Na de itt a kűrosz kérdés. Kűroszt Jakve felkente a perzsa uralkodót? Jó, tőlem felkenheti. Hát ezt nem lehet innen eldönteni, hogy felkente vagy nem kente fel, de azért vannak érdekes tételek. Ezt a kifejezést eredetileg az uralmon lévő királyra használták. Keményat, így jön be a kűrosz kérdés. Eredetileg nem fogjuk elhinni, ennek nem volt semmiféle olyan tartalma, amilyen tartalmat ma állandóan megpróbálnak rávetíteni. Az Ótestamentumban azonban az eszkatológus messiás nem természetfeletti lény, aki alászáll az égből. Na most Jézussal mi a helyzet? Senki nem mehet föl, szállhat föl, ha előtte nem szállott alá. Tehát szó nincs arról, hogy a kettő, a megváltó és a messiás közös nevezőre hozható lenne. Tehát az Ótestamentumban azonban az eszkatológus messiás nem természetfeletti lény, aki alászáll az égből, hogy megváltsa a világot. A messiás halandó, a dávidi nemzetség sarja, aki Dávid trónjára ül, és igazságosan uralkodik. Felkent, messiás, így soha nem hívja magát Jézus. Kész. Nem is kell ez bármit hozzátenni. Viszont mégiscsak hozzá kell tenni valamit, és ez pedig a következő. A négy evangélium közül kettő részletezi Jézus test szerinti származás történetét. Melyik ez a kettő? Hát egyik a Máté evangélium, másik pedig a Lukács evangélium. Egy biztos, mind a két evangélium eljut valahonnan valahova. Nyilván Dávid valahol az első körökben főszereplő hangsúlyos szerepet kap. De akihez megérkeznek a származás útján, most egy gyors kérdés. József vagy Jézus? Test szerint ki származik a dávidi házból? A két evangélium szerint József. Na most a hivatalos katolikus és nem katolikus keresztény dogmatétel szerint, hagyomány szerint, József vér szerinti, test szerinti édesapja Jézusnak? Nem. Nevelő apja. Tehát vér szerint nem az apja. Miért? Mert Jézusnak eleve nincsen apja. Tehát hogy lehet ezt egy kicsit oldottan megfogalmazni? Köszönjük az evangélistáknak, hogy levezették nekünk József családfáját, de ezzel Jézusról még semmit nem tudtunk meg, ha ilyen úton akarunk bizonyosságot találni. Aztán megyünk a következő területhez, hát hogyha meg fogom találni, akkor remélem meg fogom találni. Hát. Igen, jön a következő. Jön a második idézet, csak most már előre szaladtunk. Annyi időm sem volt a nagy küzdelemben, hogy az ember a jegyzeteit, mert erre jó egy jegyzet. Tehát ha nincs idő, hogy úgy mondjam, komolyabban neki leselkedni egy nagy témának, így előadás előtt, akkor a régi jegyzeteket, hát nem kell újból megkezdeni az előírások kiírását, hanem elő lehet venni. És akkor az ember utazik és közben nézegeti. De akkora izgalomban volt részünk, hogy el fogunk késni, és ott álltunk az autópálya bejáratánál, mert úgy akartunk jönni, hogy a hármasról lekanyarodva egy órán keresztül, aztán megbesötétedett. Na, ilyenkor tényleg bajok adódhatnak. Minden esetre
bizánci források írják a következőket, Jézus születése után császári forrás 917-ben. És ez azért érdekes, mert Vilborban született Konstantin műveiből annyi mindent idéznek, csak megint nem vagyunk hozzászokva valamihez. Idéznek egy mondatot, mondjuk a 19. század óta. Igen, de a mondatnak van előzménye, van folytatása, és azt úgy mondjuk a Bach korszak óta nem ismertetik velünk. Na, egy ilyen idézet következik. Abban az időben összegyűltek a magyarok, a szkíták, a médek, a türkök, és megalkották saját birodalmukat. Miről van szó? Magyar honfoglalásról. Tehát még egyszer elmondom a népneveket. Abban az időben összegyűltek a magyarok, vagyis a szkíták, vagyis a médek, vagyis a türkök, akiket mi vagy türknek, vagy médnek, vagy szkítának nevezünk, és megalkották birodalmukat. Na most ez miért kemény tétel? Mert a szkíta és a türk még valahogy feloldható. Melyik népnév oldható fel? Elég nehezen. A méd. Na most hol volt Média? Mezopotámiában. Az asszír birodalmat kik döntötték meg? A Kádeus és Méd szövetség döntötte meg. És pont az utolsó utáni pillanatban. És az, hogy az asszír mit tett a világ történelembe, egy szóval el lehet mondani, aki akkor az akkora korról, mondjuk albumokat végiglapozgat, megdöbben. A bestiális kegyetlenség ábrázolása birodalom propagandai szinten az emberiség történelmében akkor jelenik meg először. És gondoljuk meg, hogy amikor a gulágokat létrehozzák, ez az intézményrendszernek magának a neve, de azt az iszonyatot, akkor sem lehet a Krem falán mondjuk vetített képes, kivetített ábrákat látni, hogy éppen hogyan kínozzák a foglyokat. Elevenen hogy kell megnyúzni embereket? Jobb lábát, bal lábát, jobb kezét, bal kezét kifeszíti, és így a kést húzza végre, és már húzzák le az eleven emberről a bőrt. Aztán soroljam a példákat? Vég nélkül lehet sorolni. Hihetetlen. Na most Papp Gábor fogalmazta meg egyszer nagyon szépen, hogy tulajdonképpen a mai uralmi rend, amelyik a világban élen van, pont ezt az asszír időszakot idézi meg. Mert ma már viszont tévébe bemutatják a kegyet. Kicsit még ugyan kozmetikázzák. Robbantás történt itt. És akkor lehet látni azt, hogy ott tényleg történt. Ok-okozati összefüggésről nem beszélnek, hogy miért történik az a drámai, iszonyatos sokkokat kiváltó helyzet. Az már nem fér bele a tévé adásba, de egy biztos, szoktatják az emberiséget hozzá a legnagyobb kegyetlenségek, emberellenes kegyetlenségek világához. Na és így jövünk vissza, mert most jön egy hirtelen visszajövetel egyébként, és hát Palesztináról viharos gyorsasággal milyen földrajzi nevekkel találkozunk. Most minden gyorsan sűríteni kell. Engadi, miért lényeges ez? Attiláról sok mindent mondanak magyar krónikák, például azt, hogy Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, Nagy Nimród unokája, médek, előtte vannak a hunnok természetesen, hunnok, médek, gótok, dánok királya, földkerekség, ura, Isten ostora, Engadi neveltje. Azóta nagy vita van, hogy Engadi hol lehet. Valószínűleg a minőség a fontos. Ha én megfeszítek egy íjat, hogy elindítok egy sorjat, mi a legfontosabb pillanat? Az, hogy hogyan engedem el. Ez egy szellemi, hogy úgy mondjam, létnek lehet az alapszava. Mert feszíteni mindenki tud. Na de engedni, az a nagy művészet. Mert ott már eleganciára, bölcsességre, rugalmasságra, tapasztalatra, nem is tudom, hogy még milyen szavakat kellene felsorolni, tehát mindennek a lényegére van szükség. Hát a vágtató ló hátán ülve, hátrafelé nyilazva, mikor engedem el a nyilat?
indítom el a pályáját. Egy misztikus, tátosi pillanatban, akkor a ló egyik lába sem érinti a földet. Ez vagy belülről jön, vagy soha nem lehet megtalálni. És nem mindegy, hogy egy népnek az ura engedni fog engem saját sorsom, tehetségem útján, vagy nem enged. És mindent magának akar összefogni és markolni. Na most jön a kemény tétel, Biblia világa 1989. De még az Engadi után nem ússzuk meg, következő városok nem messze Jeruzsálemtől Szkítopolisz. Szkítopolisz, miért Szkítopolisz? Mit jelent ez? Szkíta város, ezt jelenti. Kik alapították? Szkíták. Ezek szerint voltak szkíták is, voltak szkíták. Nézzünk rá bármelyik Biblia térképre. Ezek a városok, település nevek ott vannak, csak nem tudjuk őket tartalommal megtölteni, pedig van tartalma is, hogy miért vannak ott. Aztán Árpád, Emese, a távolhegyi színeváltozása, Arad. Hát ha csak egy ilyen földrajzi név lenne, ha csak egy. Nem árt tudni, hogy mondjuk egy német történetírás, ha egy nevet talál valahol, valamilyen korba, arra olyan büszke, és érdekes módon nem fél attól, hogy déli bábosig fog. Miért? De azt mondja, ha ez ugyanaz a szó, akkor ugyanaz a szó. Most mondják azt, hogy nem. Megvan a németben? Megvan. Megvan az asztékban? Most mondok egy ilyen példát. Megvan. Akkor tessék visszabeszélni. Egyetlen egy néppel csinálják azt a cirkuszt, amit velünk. De hogy miért, azt tényleg lehet tudni. Azt tényleg lehet tudni. Mert olyan következtetésekre ragadtatnánk magunkat, amivel ők hivatalból nem érthetnek egyet. Na de kit érdekel az, hogy ő hivatalból egyet érte azzal, hogy van Arad, van Árpád, nem akarom a példát sorolni, gyorsan a mezopotámiai városok. Ott van Uruk. Magyar nyelven az Urukat jelenti. Uruk nékik. De jelenti az Urakat is, jelenti Bibliában ez Erek. Erek. Erek az miti? Mezopotámia, csatornák vannak, könyörgök. Hogy nevezzük ezt? Ereknek nevezzük mind a mai napig. De jelent például Örököt is, az Örökváros. Na most Uruktól azért nincs túlságosan messze. Úr. Hát könyörgöm. Tehát nem arról van szó, hogy nagyítóval keresünk egy nevet, ami esetleg megvan a Kárpát-medencébe, vagy ismert a magyar nyelvben, hanem rendszerbe, csoportosan, szervezetten, egy, hogy úgy mondjam, közekhez tartozó módon jönnek elő. Ott van Eridu. Eridut nevezik az első városnak. Eridu. Mit jelent ez már? Nehogy azt mondjuk, hogy tudjuk a kiejtésüket. Az az első város, akkor véletlenül magyarul. Ez nem az eredete valaminek? Véletlenül. És hangsúlyozom, az egész csacskaságnak számíthatna, ha nem egy többen jelennének meg. Erre kell azt mondani, mi kell még könyörgöm? Kell egy kis finnugorizmus? Ha mutasson valaki finnugor nyelv területen, eleve nincsen egy kis finnugor nyelve. Hát két finnugor nyelv között nagyobb a különbség, mint egy aszték és egy spanyol nyelv között. Akkor miről beszélünk könyörgöm? Az, hogy valaki valamikor kitalál valamit, és már abból lehetne érzékelni, hogy erőlteti. Ez nem tudomány, ez politika. Miért? Mert ha csak tudomány lenne, nem erőltetni. Mert politikus nem támogatná. Hát ezek, ne felejtsük el, valahonnan kapják a pénzt, hogy ő jól tudjon erőltetni. És ha valaki véletlen arra gondol, hogy van finnugor alapnyelv, akkor keresse. Úgyse fogja megtalálni. Most ahhoz, hogy én egy nyelvcsaládi elméletet kidolgozzak, mire van szükségem? Szükségem van egy alapnyelvre. Ha ez nincs meg, akkor annál dilettánsabb, tudománytalanabb elmélet nem létezik. Miről mondják, hogy tudományos, és a tudomány kétségtelen bebizonyította? A nyelvtudomány óta a legdilettánsabb, tudományabb nyelvészeti jelenségről naponta elmondják, hogy tudományos, mert a tudomány kétségtelen bebizonyította, és mert az öszödi beszéden akadunk fel.
Ezek az összödi beszédek. Ezt vagy összöd, vagy nem összöd. Mástól sem összöd. Na most, nem akarom az időt, mert nagyon nagy a menet. Az a baj, hogy hihetetlenül nagy menetre vállalkoztunk, de 3-4 óra. Biblia világa 1989. Kicsit csapongunk, nem baj, majd a végére úgyis összegerebjézi mindenki saját magának azt, amit itt el tud fogadni. Viszont Biblia világa 1989, ez egy kis tankönyv. Kár, hogy az ember nem tudja felmutatni. Ezt a egyházi iskolákban ezt az ember kezébe nyomják. Na most figyeljük. Hát, ha már így mondom, akkor lehetünk mi, hogy ez egy kicsit érdekes jelenség lesz. Visszajönk a messiás jelentéshez, mert a messiás elméletileg azt jelenti, hogy felkent. Se többet, se kevesebbet. Egyiptom fáraóit soha nem kenték fel olajjal. Így kezdődik. Tehát Júdea történetét beszéli el, és egy bizonyos korban Júdea kapcsolata Egyiptommal. Egyiptom fáraóit soha sem kenték fel olajjal. Azonban, ha a fáraó kijelölt valakit, hogy helyette kormányozzon, Palesztina vagy Szíria felett. Na most, hol vagyunk? Hát úgy vagyunk, hogy nem nézünk térképet. És nem tűnik fel, hogy amit ma így fölfújunk, az gyakorlatilag egy tengerparti sáv, és nagy kultúrák, műveltségek, népek átjáróháza. Miért? Mert ha az egyiptomi fáraó megméltóztatott ütközni a hetita uralkodóval, akkor neki Palesztinán kellett keresztül mennie. Ha a hetita uralkodó megmérkőzött az egyiptomival és legyőzte, akkor természetesen egész Palesztinán végigkergette. Ilyen az élet. Magyarul ez mit jelent? Amit ma egy szíriai történész elmond, amit ma egy libanoni történész elmond, azt vegyük nagyon. Itt népek oda-vissza mentek, oda-vissza. Itt nagyon nehéz volt, hogy úgy mondjam, egy népnek önmaga identitását megőrizve megmaradnia. Miért? Ezer felől homlok egyenes ellenkező hatások érték. Ezért ennek a térségnek a régészeti emlékanyagát, hát mi Szíriában, Sárosi Zoltán meg tudja erősíteni, Csontvári nyomában voltunk, Pap Gábor meg előadást is szokott tartani a témakörbe. Gyakorlatilag ennek a térségnek a régészeti múltját két hatás határozza meg. Az egyik az egyiptomi, a másik a mezopotámiai. Tehát igazán önálló arculattal nem találkozunk. Miért? Azt mondom, hogy nekem ez ismerős Mezopotámiából. Következő ásatási emlékre mit mondom? Nekem ez ismerős Egyiptomból. És kialakul egy helyi műveltség kétségtelen, de lehet érzékelni ezt a fajta mozgást. Egyiptom fáraóit soha nem kenték fel olajjal. Azonban, ha a fáraó kijelölt valakit, hogy helyette kormányozzon Palesztína vagy Szíria fölött. Na most egy biztos, elővesszük az új szövetséget, a négy evangéliumot, és mit tapasztalunk? Amit én addig nem tudtam megtölteni tartalommal, amíg ott nem jártunk. Ezerszer elhangzik, hogy Jézus jár Szíriába, Jézus híre egész Szíriában el. Azért ez nem egy óriási terület ám, ez viszonylag kis terület, Kárpát-medencébe, azért nézzük meg térképen, hányszor fér bele, magyarul itt azért lehet jönni, menni és lehet tanítani. Tehát nincsenek olyan határok, mint amilyeneket úgy el szoktunk képzelni. Tehát kijelölt valakit, hogy helyette kormányozzon Palesztina vagy Szíria felett. Akkor ezt a helyettes királyt felkenték, hogy ezzel jelezze az illető a fáraó meghatalmazottja. Ez súlyos dolog. Erre szokták azt mondani, gyerekek. Hát ez az átka a 20. századnak. Sok átka van egyébként. Csak hát bizonyos dolgokat le lehet kézikönyvekből venni. Mit jelent a messiás? Eredetileg felkent. Egy vazallust jelent, egy kihelyezett körzeti megbízottat jelent. Aztán folytatom. Na de így kell szépen tekerni a dolgot. Munkért becsületét meg kell védeni. Leírja ezt, hogy mondani szokták, közben megszólalt a kicsengő.
kimegy, visszaül az íróasztalhoz, mert megint becsöngette. És jön a következő mondat. Köszönő viszonyban nincs a két mondat egymással. Izrael minden királyát felkenték annak jeléül, hogy Istennek, Izrael igazi királyának felügyelete alatt uralkodnak. Így kell ezt csinálni. És nem tudom, hogy értjük-e. Ezt tudjuk, hogy mi? Fából vaskarika. Tehát még egyszer egybe elmondom a mondatot. Neki, és ebből lehet érzékelni, hogy az elbutulás olyan szintre jutott már, vagy a elvakulás, hogy észre sem veszi, hogyha az egyik igaz, akkor a másik nem lehet igaz. Na most, ha a történelmi része igaz, már pedig igaz, mert ennek vannak nyomai, akkor a vallási része és egy népre vonatkozó vallási része úgy nem igaz. Tehát még egyszer a mondat egybe. Egyiptom fáraóit sohasem kenték fel olajjal. Azonban, ha a fáraó kijelölt valakit, hogy helyette kormányozzon Palesztina vagy Szíria felett, akkor ezt a helyettes királyt felkenték, hogy ezzel jelezze az illető a fáraó meghatalmazottja. Izrael minden királyát felkenték. Most mi, hogy jön az értelem ebből? Az, hogy Izrael minden királyfője körzeti megbízott. Nem világos? A egyik mondatrész a másikból ezt az értelmet hozzá elő. Na de közben volt a csöngetés. Jött a pedellus, jött az eretnekséget kutató ősbizottságnak a főfullajtára, és belefújt valamit a fülébe. Ja, hát persze, igen, hagyjuk ezt a témát, mert Izrael minden királyát felkenték annak jeléül, hogy Istennek, Izrael igazi királyának felügyelet alatt. Elképesztő. És itt lehet tényleg tetten érni azt, hogy ma már a keresztény vallás az artikuláció szintjén sincs tisztában saját magával. Tehát magyarul azt sem tudja elmondani, hogy ő mit képvisel a világban. Ő nem tudja elmondani. Hanem vannak mozaikok, ezt megtanulta itt, egyiket megtanulta a történelem órán, fölmondja. Másikat megtanulja a hittanon, fölmondja. És lesz belőle egy írtózatos zűrzavat, és valami hallatlan nagy káosz és elvakultság. És akkor jön egy érdekes dolog, Pál apostol kérdése. Na most tudni való, hogy ez a tábla, ez legalább olyan keszekusza lett az én ákombákomaim révén. Tehát emlékezünk arra a jóságos, gyönyörű időszakra. Bement az ember egy terembe, volt tábla és volt kréta. És ha volt kréta és felírtunk valamit a táblára, azt lehetett látni. Igen ám, de egy tábla mondjuk, a fadarabbal egyetemben 50 forint, lefestik a megfelelő zöld vagy fekete szintre 50 forint, és utána egyetlen egy kréta, nagyon sokáig elég. Magyarul ez nem üzlet. Egy ilyen semmire való, hogy úgy mondjam, termék, amit aztán ki kell dobni a szemétbe, mert semmire nem jó, ez jó 3 napig, vagy még annyi időig se, és újra kell valamit ebbe a kategóriába venni. Na most a kréta elfogy, és legfeljebb a port így leverjük magunkra. Ez bizony szennyezi a környezetet. Ide jutott az emberiség. Tehát írni vele nem lehet, mert nem látszik, viszont valakinek jól kifizetődik. Na, tehát nem is tudok már mit fölírni a táblára, sajnos nem is próbálkozom, de egy biztos pár kérdés. Megint a szíriai útunkat tudom felemlegetni, ez elképesztő jó, izgalmas tanulságokkal járt. Amikor egy olyan szent helyen voltunk, ahol Szent Tekla, hogy úgy talán romlatlan teste, vagy valami zarándok helye van ott, egy ilyen csodálatos földön túl, inkább holdbéli tájra emlékező sziklahasadékos rendszeren belül járunk. Tehát valaki volt a holdvilág árópa aprilisben, nem tudom, hogy ki volt. Na egy ilyen rendszert képzeljünk el, csak sokkal nagyobb.
Tehát kicsit magasabb, kicsit terebélyesebb és sokkal hosszabb, de vadregényes, sziklaszúrtok, hasadék, néhol talán patakvíz is alakította a szépségét. Minden esetre Szent Pál tanítványát Teklának hívják. Az egyik. Tekla pedig az őt üldöző hatóságok elől itt húzta meg magát. Na igen ám, de a keresztények egy bizonyos része is ott húzta meg magát. És Pál, amikor nagy utakat megtett, ide vonult vissza töltekezni, pihenni. Na most ennek mi a lényege? Ha nem tekintették volna hitelesnek az elhívás élményét, ő ilyen helyekre soha nem nyert volna bebocsájtást. Aztán elővesszük Máninak, az Arszakida, pártus királyi családból származó, hát ő alapítja meg az úgynevezett manikeista vallást. Manikeizmus tényleg világvallás volt, éppen az iszlám előtti pár évszázadban. Manikeizmus határa nyugaton az Atlanti-óceán volt, keleten nem fogjuk elhinni a csendes óceán. Ezért kínai, ujgur, szogd vagy kopt manikeista szövegek szinte minden pillanatban kerülnek elő. Na most ez világvallás. És ha valaki valamit tudott a páli ügyről, nyugodtan elhihetjük, hogy Máni a pártus királyi családból származó, hogy úgy mondjam királyfi vallás alapító, valamivel többet tudott, mint Badinyós Ferenc. Tehát itt most nem a népszerűségét akarom és a emlékezetét hitelteleníteni, de itt tényleg tisztán kell látni. És itt nem lehetünk, hogy úgy mondjam, ilyen túludvariasak. Mert pontosan tudja az ember, hogy az én nemzedékem Badinyi Jós Ferencen nőtt föl, és még az utána jövő nemzedék is. Tehát erre szokták azt mondani, hogy fölnőttünk, de a pohárba szeretünk tiszta vizet önteni. És azt a tiszta forrás vizet sokkal inkább szeretjük meginni, mint ami nem tiszta. Mert azt az ember inkább meg sem issza. És jelen pillanatban abban a bödönben nincs tiszta víz. És pont a leglényegesebb kérdésekben nincsen. És ezt miért kell ennyire hangsúlyozni? Mert manikeista nem judeokrisztián, nem elfogult zsidó, nem elfogult judeokrisztián keresztény körül, hanem manikeista. Manikeista hűszokban, zsoltárokban, nem arámi nyelven, hanem szobni. Nem arámi, latin vagy görög nyelven, hanem mondjuk kopt nyelven. Nézzünk majd rá a térképre. A kopt a régi ősi egyiptomi nyelvből, hogy mennyire következik, én nem tudom, de egy biztos, ha helenisztikus most korában és az őskereszténység korában Egyiptomban a kopt nyelven beszélik. Most egymástól térben, időben távoli manikeista források elmondják, hogy Saul egy bitang megveszekedett, tévúton járó ember volt, akit meglátogatott az Isten kegyelme és jólatát. Na most, ha manikeistát hitelesítik, akkor tényleg el lehet mondani, hogy valamivel hitelesítették. És az, hogy Pál bejut ilyen helyekre, nem azért, hogy szaglászol. Mert itt a szaglászokon megérezni azt, hogy szaglászik. Tehát mi nem. Az a baj, hogy egy dolgot nem tudunk el. Az, hogy egy embernek van emberismerete. Hát az a korszak tele van látnokokkal. Tele van nagy tapasztalásunk, bölcsekkel. Jön egy tégla Saul, valaki ránéz és így mondja ki. Téglaelvtárs fáradjon ki felé. Hát hangsúlyozom, ma is fel lehet ismerni. Pedig ma az ember emberismeretre semmi időt nem fel. Szinte semmi. Nézi az internetet, hallgatja a rádiót, nézi a tévét. Na de egy biztos, tényleg ide vonul vissza Pál is, és amikor álltunk ott egy szikla barlang a Szentekla sírhelye, barlang szentélyének teraszán, elkezdtünk egymás között beszélgetni. És volt ott az egyik vezetőnk Szíriában egy valid nevezetű egyetemi tanár. És ő csak annyit értett meg, mert ezek a nemzetközi szinten is érthető dolgok, hogy Pál, apostol és zsidó.
És az az ember, aki egy életét, vérét adta értünk, hogy mi mindenhova időbe eljussunk. Mosolygott, elkomorult az arca, tolmácson keresztül megkérdezte, miről beszélgetnek ezek, érezte, hogy miről van szó, és megkeményedett az arca, és azt mondta, hogy Pál nem volt zsidó. Honnan vesszük mi ezt a hülyeséget? Mi elfelejtünk valamit. Mi egy csövön keresztül kapjuk a dolgokat. Egy csövön keresztül. Ezt tudjuk, hogy mit jelent? Egyik szemünket, ha bekünk volt, már rég leragasztották, a másik elé egy csövet tettek, és időnként a cső előtt megmutatnak dolgokat. És aki mondjuk így látja a világot, azt nevezik csőlátásnak. A szegény nem tudja, hogy az egyik szeme az le van kötve, nyugodtan felszedhetni, a másik elől a csövet letehetni, és akkor találhatni. Tehát szokjunk hozzá, hogy létezik másfajta hagyomány is. Másfajta hagyomány is. Ez az iszlám hagyomány. És az iszlámi szemétagon tudjuk vallás. Akárcsak az Ószövetség népének vallása. És következőt mondta. Hogy lett volna már zsidó, amikor ő szíriai volt, és ha jól emlékszem, most mindig ezt felejti el, talán Fönícia. De lehet, a szíriai az biztos. Tehát mind a két vonalról azt állította az iszlám híveként, hogy Pál egyik vonalon sem volt az. Most keresztény csatornánk viszont, gondolom tudjuk, és majd találkozunk ezzel a nagyon kemény ige helyjel, hogy Heródes idejében történik valami, és ezt nagyon kell tudni. Előtte és utána, rövid ideig, nem hosszú ideig, Júdea milyen viszonyban van a római birodalommal? Kebelbarát viszonnyal. Magyarul rex sociász, tehát valamiféle társországi viszonyban van. Ez a hivatalos státusza. És ez mit jelent? Júdeának önálló pénzverési joga van. Vazalos országnak ilyen nincsen. Nem tűnik föl valami? Például az, hogy Jézusnak az a nagy tragédiája, hogy a zsidó tanács azt mondja Pilátusnak, hogy Jézus a rómaiak ellen készít elő lázadást. És ezért kellett keret, meg kell indokolni. Na itt az ember megint eltűnődik. Meg azon, hogy Heródes idejében, és ez egy pulzáló kor, van egy virágzó korszak a Júdeának, amikor a judaizmus terjesztik. És aki felveszi a vallást, mai néven, az a prozelita. Mit jelent a prozelita? Az, hogy nem zsidónak született, de zsidó valláson van. És mi ezt tévesztjük össze. És nagyon divatos jelenség volt. Tehát jártunk Szíriába, tele volt minden zsinagógákkal. Zsinagógákban fehér lovasok. Ember csak nézett, az hogy került oda. Mai szabadkőm és teljes jelképrendszere a mennyezete. Tehát még az a zsidó vallás is egy kicsit más típusú volt. Hát ez a nagy baj a csőlátással. Hát gondoljunk arra, hogy az első zodiákus ábrázolások egyike, ez az alfabétai zsinagóga. Mozaikból ott van a zodiák. Ezek szerint csak nektek mondják, hogy ezt nem szabad. Ők meggyakorolják. Ezek elképesztő dolgok. A műveletlen emberrel gyakorlatilag bármit meg lehet tenni. És a hiszékeny emberrel. Főleg, ha meggyőzően éjjel-nappal ugyanazt az ételt tar. Még egy rossz példázat, hangulatjavító intézkedésként, a Tanú című filmet gondolom, elég sokan látják. Na, az egy nagyon illusztris társaság szokott összejönni azokban az időkben, ilyen cellákban, ma már ebben ne reménykedjen senki, még azoknak a régi szép időknek is vége. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a pap, a jogász, a parasztember, a kazánkovács ugyanabban a cellában volt, és egymástól tanultak. Hát ma már ilyen barátság, egyszerűen nincs rá lehetőség. Persze, hogy rossz volt az akkor, de erre mondják azt, hogyha életben maradt az ember, mindenben van valami jó. Hány régi, abból az időből származó ember mondja, hogy ő ott tanult meg angolul, ott tanult meg magyar történelmet,
mentén gondolkozni, ott ismerte meg a klasszikusokat. Ma erre nincs lehetőség. Minden esetre a filmben bemegy ugye a főszereplő, leül, üdvözöl mindenkit, a papot, a bírót, a kádit, a kereskedőt, mindenkit. Na, mi lesz a vacsora? És akkor megkérdezzük, hogy mi lesz a vacsora. Jön a válasz. És az a bizakodó, izgalmas kíváncsiság lelohad és tarhonya. Már megint tarhonya. Na most, aki éjjel-nappal tarhonyát kap születése óta, az el sem tudja képzelni, hogy az étel és ital nem csak tarhonyából áll. És sajnos velünk ez történt meg. Tehát bizonyos területen ugyanazokat a sokkoló, negatív, ízléstelen adatokat kaptuk 19. század óta, de ugyanabból a könyvből elejét, végét már nem közlik. Magyarországon, ha én előveszek Mezopotámiáról egy könyvet, az asztékokról, a majákról, a belső ázsiai rokon népek művészetéről nincsenek ám ki. Ujgur birodalom fénykora, Ezerbuha templom mondjuk a Turfánban is, belső ázsiai helyeken. Nem szomjahozunk erről, hogy a világot megismerjük? Nem jelennek meg könyvek. Na most, ami megjelenik Mezopotámiából, nem fogjuk elhinni, 20. század eleje óta ugyanazzal a képanyaggal jelenik meg. Ugyanazzal, nem tűnik fel? Német, angol, francia nyelven ismert világnyelveket mondok, két album képanyag között, szinte egy-két képet leszámítva nincs, hogy úgy mondjam, azonosság. Nálunk ilyen vastagságú képanyagból állítják össze 100 éve ugyanazt, hogy úgy mondjam. Miért? Nehogy olyan képekkel, történelmi tényekkel találkozzunk, amire mi mondjuk a népművészetünk révén ráismerünk. Hát Torontóba járva az ottani múzeumban, kiderül, hogy a mexikói indián népviselet. Hát az ember hallott ilyet, csak nem látott. Mert ha Mexikóról kiadnak nekünk könyvet, ugyanazzal a képanyaggal jelenik meg bölcsőtől koporsóig. Hát gyakorlatilag, mintha magyar népviseletet látnék. Ugyanaz a hímzés technika, ugyanaz a, hogy úgy mondjam, hímzés-ragozási mód, azt kell mondani, hogy tényleg olyan. Tényleg olyan. Tehát összehozzák nekünk ám a múltat és a történelmet. Tehát végeredményben ezek a legnagyobb problémák, és az, amit nem veszünk figyelembe, hogy van egy terjeszkedő judaizmus ebben az időben. És viszik az izraeli hitet mindenhova. Bár ez önmagában ellentmondás, mert Izrael állam ekkor nem létezik. Nagyon gyorsan egy igehely. Nagyon gyorsan, hogy értsük, hogy miről van szó. Hát ez később kellett volna, de most ide illik, és ki tudja, hogy hogy végezzük be ezt a mai alkalmat. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett a gyehenna tüzére teszitek, kétszer inkább magatoknál. Új szöveg. Jézus szavai. Miről beszélnek? Az, hogy zsidó hittérítés van. Zsidóvá teszik a pogányokat, és mit mond erről Jézus? Jaj néktek, mert azoknak az embereknek sokkal rosszabb lesz a dolguk, mint annak előtte. Na erre varjunk gondot. Erre érdemes jó nagy pántlikás gombot felvarni, mondjuk római pápai vagy bizánci pátriárkai képekkel kiegészítve. Hát tudjuk, hogy ez mit jelent? Az, hogy az Ószövetség nem alapja az Új Szövetségnek. És ez nem egy eset. Hát gondoljuk már végig. És mi a tragédia? Mit mond Jézus? Hogy rosszabb lesz, mint előtte volt. Tehát nem emelkedett ő lélekben, szellemben, hanem ha zsidóvá tesztek egy olyat, annak azon az emberen már tényleg csak az ingyen kegyelem tud segíteni. És mi ezt nem vesszük figyelembe. És így válik izgalmassá az, hogy Pál
érdekes módon csak az apjáról beszél. Apjáról. Vagy a pálról szóló, hogy úgy mondjam, hagyomány. Apáról beszél. Anyáról nem. Amikor a zsidó kapcsolat megjelenik. Na igen, de a zsidó kit tekint zsidónak? Úgy ex-katedra. Hát ha az anya az. Tehát mi lenne megint a becsületes állásfoglalás? Fele-fele. Apja zsidó volt, anyja valószínűleg nem volt. Az miért? Mert akkor Pál, ha a zsidókkal polemizál, akkor valószínűleg elsősorban a zsidósághoz való kötöttségét az anyja vonalán jelenteni ki. Na de ennek nyoma nincsen. És ugyanez a Pál, hát érdekes dolgokat elmond, többek között azt, hát ez megjelenik Zsoltárokban, de Pálnak ezt az idézetét nem szokták alkalmazni. Persze, hogy ott beszél Ábrahámról, beszél mindenről, mert valamit megint elfelejtünk. Az, hogy Jézus ahova megy, hát ott érdekes módon te zsidó vallási környezetben tudod. Na most Jézusnak hogy kell beszélnie? Nem Indiában van, nem Afrikában van. Nem a felföldön, nem az alföldön. Hol van? Júdeában van. A judaizmusnak megvannak az alaptételei. Ahhoz, hogy egy júdeai, saját vallási meggyőződésén belül mozgó ember felismeri azt, hogy most nem az a lényeg, hogy messiás vagy nem messiás, hanem eljött a megváltás pillanata. Ahhoz neki hogy kell beszélni? Úgy, hogy egy zsidó a saját hagyományán belül megértse. Tehát nem Krisnáról, nem Visnúról, nem táltosokról fog beszélni, hanem Ábrahámról, legfeljebb JHVH-ról, patriárkokról, útjáról, Jákobról például és egyéb dolgokról. Na de ezt egy 5 éves gyerek egyből megérteni. Megint egy régi idézet, és ezt jegyezzük meg, az a dolog kettőt jelent, hogy zsidónak születni, vagy zsidó közé születni. Na most Jézusra mi volt a jellemző? A zsidó közé való születni. És ez nem azt jelenti, hogy ma Erdélybe születik valaki, igazolványát tekintve, ő hova tartozik? Melyik ország állampolgára? Hát erről van szó, ébredezzünk már. Ráadásul ebben az időben Júdea erős, bitangerős. Mert közben ott van keleten a pártus birodalom, amelyik megint csak nagy erős. És Róma, mivel Júdea félúton van, Egyiptom és Mezopotám stratégiai átjáróház szempontja, mindenki, hogy ki jön ki a portáshoz egy ilyen intézményrendszerbe. Nem mindegy, hogy ki ül ott. Gyakorlatilag mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Herodesnek kedvezményeket adjanak. Hát maga Augustus Cézár nyilatkozik Herodesről, hogy milyen rossz dolog Herodes fiainak. Most nem tudom pontosan, klasszikus az idézet, mert egy disznónak jobb dolga van az olva, mint Heródes fiainak a ruk mellett. Most erről a Heródesről van szó. Ez a Heródes, aki magában megint csak nem zsidó, tehát zsidók őt nem tekintik annak. Mindent megtekintett a zsidóságért. Tehát gyakorlatilag a legfontosabb erődítményeket, amelyekben aztán majd a Rómával szembeszegő Júdea, hogy úgy mondjam, találja magát. Egy napig nem tudták volna magukat tartani mondjuk a makkabősok előtte vagy utána, ez inkább már utána a felszabadító, tehát akik harcolnak, ha Heródes idejében ne épül ki egy ilyen védelmi rendszer. Na most, amit viszont Pál elmond, és ez nagyon kemény, és a zsidóknak mondja, hogy Jézusról, hogy mi az ábra. Sajnos pont azt az idézetet, mert csak a Zsoltár idézetet hoztam most el ezen a papíroson, de bizony ott elmondja Jézus származásáról, hogy mi a helyzet Jézussal. Az, hogy ő Melkizédek rendje szerinti főpap. És ez kinek mondja? Zsidóknak mondja. Pál apostol. Most ilyenkor Badinyi Jós Ferenc mit tett? Vagy mit csinál? Megint az a helyzet, hogy van 50 adat,
ahol nyomatja Pál apostol Ábrahám gyermekeibe azokat az igéket, amelyek tényleg a zsidóságot belülről erősítik. Most a nyomatja az egy csúnya kifejezés volt. És ugyanakkor legalább annyiszor elmondja azt, ami itt elhangzik. Hangsúlyozom, őket kell meggyőzni. Tehát ez azt jelenti, hogy saját ért származás múltrendszeren belül kell érvelni. Ha nektek az kell, hogy Jézus zsidó volt, legyen zsidó, csak térjetek már meg. Hát nem kell ezt külön magyarázni. És mi itt botlunk meg. Viszont a következőket mondja. Melkizédek rendje szerinti főfa. És elmondja, Melkizédekkel mi a helyzet. Nem volt zsidó, azt gondolom tudjuk. Apja és anyja ismeretlen, Melkizédek rendje. És Ábrahám és a zsidóknak mondja, tizedet adott neki mindenből. Hát miért nem ez a Pál kerül előtérbe? Hát ezt nem, hogy úgy mondjam, ilyen egyiptomiaknak mondja, hanem hithű, tiszta származású zsidó embereknek mondja, hogy Ábrahám ennek, most csúnya kifejezést használó, gólynak tizedet adott mindenből. A góly csak annyit jelent, hogy nép. És általában, hogyha egy zsidó mondja, akkor ez inkább a külsőt, mint a belsőt jelenti. Tehát hallottam olyanról, mert olyan sok szó nincsen erre. Tehát saját magát is gólynak nevezi, csak mégis a góly alatt a gólyokat érti. Ez olyan, mint amikor a mi régi öregeink ültek kint a ház előtt, és emlékezzünk vissza, mit mondtak, mennek a népek. Na most, ez mit jelent? Ez jelenti azt is, hogy nem elsősorban az, hogy jöttek a kínaiak, aztán mentek a franciák, mi jövünk, megyünk ott, de mégis ez, hogy mennek a népek. Annyi nép volt ott. Hányig volt. Tehát szavaknak sok jelentőség van, vagyis van egy tágas területük, de néha beszűkülnek. Na most egy biztos, ez egy kemény tétel, mert ez a bizonyos, hogy is hívják őt, Melkizédek-e Sálem papja. Na most vitán felül áll, hogy Sálem helyét meghatározni nem tudják, ezért inkább Jeruzsálemre gyanakodnak. A Sálem vagy Szálem magyarul mit jelent? Elmegy a szellem felé is, elmegy a sólyom felé is. És ez miért jelentős tétel? Mert Jeruzsálem nem zsidó alapítású város. Tudom, hogy nehéz elhinni, Dávid foglalja el. Tehát még egyszer elmondom, Jeruzsálem nem zsidó alapítású város, Dávid foglalja el. És azért Dávid előtt Kánaánban már ott vannak a zsidók. Nem könnyű elfoglalni. Hát innen értjük meg, hogy Galileából, Galilea szótári jelentése micsoda. Galilea goyim. És most jön ennek a terebélyes változata, mert ez azt jelenti a goyim, kedves goyim, hogy ez a goynak a többes száma, tömörítve azt jelenti, hogy nem zsidók tartománya. Tehát ez Galilea. Hogy lehet viszont az, hogy Galileából, Szamárián keresztül évről évre lemennek a főszentélybe a népek. Hát az, hogy Dávid ebben az esetben zseniális módszert alkalmazott. Nagyon ritkán alkalmazzák majd aztán a történelemben. Gyakran egyébként csak abban az időben így tényleg elég ritkán. Mondván, hogy a népek, ha meghagyják a szentélyüket, úgyis oda fognak menni. Úgyis oda mennek. Addig fognak lemenni, még a templomból majd egyszer úgy mennek ki, hogy már nem a pogány bélvallást vagy bálisten hitet fogják képviselni, nem azt a hitet, amit Josephus Flavius ír, vegyük elő, hogy mi Jeruzsálem neve. Nem mi mondjuk, könyörgünk. És érdekes módon a félművelt általában gúnyolódni szokott ezen. Én magam olvastam egy olyan cikket, hogy például Badinyi Jós Ferenc milyen képtelenségeket hord össze, milyen képtelenség, azt írja, hogy Jeruzsálem eredeti neve az volt, hogy Jerusalem.
Ilyen délibábos idiotizmussal van tele az őstörténeti kutatásunk és levele. Nem Vadinyi Jós írja, hanem egy zsidó ember, aki római állampolgár, ki ő? Josephus Flavius. Tehát leírja, hogy hierosolyma, vegyünk elő középkori, hogy úgy mondjam, krónikákat. Jeruzsálem neve hogy van leírva? Késő középkori világtérképeken hogy szerepel? Solyma, hierosolyma. Na most a solyma kinek a solyma? Mert a hieró görög eredetű, ez a hellenizmus korából származik, tehát Nagy Sándorral indul, a solyma ilyenkor ismeretlen eredetű. Ismeretlen eredetű. És járnak le évszázadokon keresztül a ismeretlen eredetű népek az ismeretlen eredetű városba, amit egy ismerős nép, viszont a zsidó elfoglal. Megint a helyzet. Ha elmegyünk Somlyóba, most Romániába megyünk, vagy őseink szent helyére megyünk. Ez vitán felül áll. Vitán felül áll természetesen. És innen a Sálemből, a Szellem városából, a Solyma városából jön ki Ábrahám, és amivel áldoz, az bor és kenyér. Na most van ószövetségi előkép? Van. Aki viszont az előképet felmutatja, az nem az ószövetség főszereplő népéhez tartozó személy. Tehát borral és kenyérrel áldoz. De. És Pál mit hangsúlyoz? Azt mondja, és figyeljetek oda, fiúk, lányok. És Ábrahám, a ti ősatyátok, mindenből tizedet adott neki. Na most ez mit jelent? Ma kérjük meg állami szinten a vezetőt, hogy a népeknek az évi jövedelemből tizedet adja. A világ egyik leggazdagabb országáról van szó. Nyugodtan tizedet adhatna néhány bajba jutott országnak. Nyugodtan megtenni. Nyomát nem találjuk még a gondolatnak sem. Tehát a dolog nagyon izgalmas. Oda kell menni, ahol segíteni kell. És azokhoz, akiken segíteni kell. És ha már oda mentem, most képzeljük, leszaladunk falura, és én elkezdem ott mesélni Janibásnak, hogy a datója pálmát, hogy kell elültetni, és Mezopotámiában az éves datója jövedelemből, hogy lehet mégis mondjuk valami, nem is értem, mert ez hogy datója pálma. Datójának melyik részét datojázzák, totojázzák, hogy abból lesz valami. Hát emberiség szintjén elvárás az, hogy ha megszólítok valakit és fontos az üzenetem, úgy fogalmazzam meg, hogy ő is megértse. Na így jutunk el, van még egy izgalmas tétel, és erre mondja azt az ember, hogy kár, hogy nem találja, de hát semmi baj, mert úgy látszik, hogy erre ma már nincs időm. Na végig zongorázunk egy igehely áradatot, és szerintem maradjunk annyiban, hogy ezt egy kicsit bővítve, vagy lágyítva, majd újra kezdjük a témát. Tehát. Így jutunk el végre a következő tételhez. És ez megint csak kemény, a származás kérdése. Van négy evangélium, ezek mind a négy fontos evangélium, és a középkorban ilyen művet, hogy Biblia, gondolom, tudjuk, nem ismertek. Biblia, tehát még egyszer elmondom, Biblia, így ahogy ma találkozunk vele, középkorban nem ismerték. Miért nem ismerték? Mert a könyvnyomtatás és a Biblia édes testvérek. Nem a Biblia egész tartalma és a kereszténység. Kicsit paradox a megfogalmazás, de talán érthető. Az első Biblia kiadás mikorra tehető? Kiderül, hogy az 1500-as évek tridenti zsinat körül. Megszületik az első Biblia kiadás. Utána rövid időn belül kiadnak még egyet, de a kettő között vagy 500,
vagy 5000 helyen van különbözőség. Na mi melyik változatot használjuk azóta? Az úgynevezett javított változatot. Tehát 10 év alatt oda jutottak, saját bevallás szerint 500, rossz indulatú feltételezések szerint minimum 5000 helyen nyúltak bele. Az előttit eltüntetik, a javított pedig megy tovább. Mert azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy Jézus egy ekkora Bibliával sétál a Genezáreti tó partján, felkeresi Andrást és megkérdezi tőle, hogy te András, van Bibliátok? Akkor vegyetek egyet és olvasgassátok. Tehát egy biztos, van egy irodalom, van egy hagyomány. És mi az ajánlott irodalmat rendre összetévesztjük a kötelezővel. A kötelező viszont a kereszténység működésének idején nem fogjuk elhinni. Még csak nem is az új szövetségnek nevezett teljes mű, hanem négy, azaz négy evangélium. Na ez a kereszténység. Négy, azaz négy evangélium. Jegyezzük meg, honnan tudjuk. Onnan, hogy bármilyen szertartás van, akár római pápa, akár német római császár, akár magyar király, milyen könyvre teszik rá a kezüket, hogy esküvőket ezzel szentesítjék. Csak a négy evangéliumra tett kézzel. Szó nincs Új Testamentumról, szó nincs Ószövetségről, négy evangélium. Magyarul ez a konstelláció, ez legfeljebb 500 éves. És akkor én már túlzásokba esek. Mert még 500 évesnél is fiatalok. Na de 500 éve kapjuk, ha mozzézünk, mondjuk könyv útján azt. Viszont én ezerszer hallom a ló túlsó oldaláról, hát hogy a evangéliumban az felszoszi zsinat, a nem tudom milyen zsinat, a lélek vándorlásra vonatkozó helyeket kitörölte. Meg a zsinat ezeket a helyeket hogy törölte ki? Rendben van, csak van egy probléma. Ha olvasod az evangéliumokat, és nem a tévén bámulod a New irodalmat, mert neked mindig az a fontos, hogy valami új legyen. Bemondták, hogy eddig még soha nem látták, soha nem olvasták Júdás evangéliuma. Most került el. 2000 évig lappangolt, titkos irat volt, 2000 év után előkerült, hogy titokban most 6 milliárd ember boldogítson. Na a filmben, amit készítenek erről, megkérdezik a írás szakértőket, vagyis a ókori írás szakértőket, hogy ilyen művet tudná-e valaki hamisítani? Mi erre a válasz? Filmben elhangzik. Tudnának. Kik tudnának? Például mi? Például mi? Tehát hazugságot bevinni a világba. És a kereszténység nem kéri ki magának. Miért? Most gondoljuk végig. Jézusnak, Isten fiának. Meg kell kérnie valakit, hogy ide figyelj, Júdás Szaki. Ezek nem akarnak keresztre feszíteni. Akkor mit csináljak így a nagy mutatvánnyal? Tudod, meghalok, aztán harmadnapra feltámadok. Menj már el és áruljál már be engem. Szóljál már, hogy feszítsenek már meg engem, mert ez így nem fog menni. Milyen gondolkozás ez? Könyörgöm. Milyen súnyi, alantas, undorító, aljas gondolkozási mód. Hogy Isten fiának árulásra kell búztatni valakit, csak azért, hogy ő föl tudjon támadni. Ez valami elképesztő. Valami egészen orcspirituál. De nem is tudom én ezt már tovább magyarázni. Viszont ami tényleg döbbenetes, az, hogy a négy evangélium közül a három az úgynevezett szinoptikus, ezek az együttlátók, tehát a Lukács, a Máté és a Márk evangélium, ez úgy megközelítőleg hasonló úton vezeti végig Jézus élettörténetét. Viszont a negyedik, a János evangélium, az annyira titokzatos és különös, hogy nevezik a
fény evangéliumának, szeretet evangéliumának, gnosztikus evangéliumnak, akár manikeista mű is lehetne. Tehát annyira a fény játssza a főszerepet. És most jön a döbbenetes tétel. A három úgynevezett történetiség szintjét mozgósító evangélium nem foglalkozik annyiszor a származás kérdésével, mint a fénynek az evangéliuma. Na most ez mit jelent? Az, hogy világproletáriai egyesüljetek, az, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, az, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség, híres szakkifejezéssel élve szlogenek, pont a fényvilágában nem állják meg a helyüket. Mert ha valahol fontos a származás, pont a fényvilágában fontos. Miért? Mert onnan származik minden élet. Tehát olyan, hogy köszönöm szépen, én ember vagyok, na de rendben van, de én mondjuk magyar embernek küldtelek el téged. Én ember vagyok, na de én magyar embernek küldtelek el téged. Én arra voltam kíváncsi, hogy te magyarként hogy leszel ember. A németet pedig azért küldtem el, hogy ő németként hogy lesz ember. Hát kiiktat valamit, hozzám mondja ő, egy lépéssel nem kerültél közelebb, hanem éppen ellenkezőleg. Eltávolodtál. Tehát ha valaki arra gondol, vagy pedálozik, hogy ez nem fontos, az életről és halálról semmit nem tud. Miért? Mert mindig hazahívásról van szó. Na most hazajutni viszont ki tud. Aki tudja, hogy mit jelent a haza. Akinek a földön nincs hazája. Ez nem kell úgy gondolni, hogy akkor ez egy ország legyen. Valamikor a haza tényleg beszorul a szívbe. Na de akinek nincsen a szívében néphez, nemzethez köthető, törzshöz, családhoz köthető, származáshoz köthető hazatudata, az soha nem jut haza. Miért? Mert ott is haza van. És a Teremtő a hazából hazaküld benne. Hogy azt a fényt, amit ott kaptál, azt ebben a világban, a hazában nemesítsd. Azzal, hogy te megtagadod azt az ajándékot, amit én neked adtam, hogy népgyermekeként születtél meg. Lehet, hogy Jehova tanúinál jó pont, lehet, hogy a világkormánynál, liberalizmusnál, globalizációnál, kommunizmusnál, szocializmusnál jó pont, na de itt nem. Itt nem. És akkor döntem meg. Hát a globalizmus ugyanazt tanítja, mint a nagy egyház. Csak más szavakkal. Mindegy, hogy milyen ország. Nem számít az. Az egyik mit mond? Csak fogyasztanod kell. Ez már elavult fogalom. Jaj, híveim! Nem számít az. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Ez már olyan elavult fogalom. Elavult az, ahogy a Teremtő megteremti a világot. Ahogy létesíti a világot. Ez valami hihetetlen. Valami észveszejtően döbbenetes tétel. És kiderül, hogy az egész János evangélium úgymond ideje korán idejében ritmusosan feszegeti azt a kérdést, ami majd az emberiséget is izgatni fogja egy idő után. Na most, klasszikus tétel, hogy csillagos égbolttal nem szabad foglalkozni. Ehhez képest kik találják meg a jászolba Jézus? Martinászok? Történészek? A Tóra bújó? Gondoljuk végig. Három napkeleti bölcs. Na igen ám, de akkor nem csak Mezopotámiának hívják, ahonnan ők jönnek az Eufrátesz partjáron, ez a pártus birodalom. Honnan jönnek a bölcsek? Babilon városából, Eufrátesz partjáról, mágusnak nevezik őket, tehát pártus lehet, de mi az, ami nem lehet? Nem lehet persze. Ehhez képest minden karácsonyi műsorban, népszerűsítő vagy filmesített változatban. Perzsa, mágus, honnan? Nincs Perzsia. Honnan jön? Na de majd lesz!
250 év múlva. Volt 300 évvel ezelőtt. Na, engedelmet kérek, mikor hívták Babilóniát és ezt a területet Perzsiának? Hát jó, nem hívták soha. Akkor hogy jöhetnek Perzsa Mákusok? Pártos birodalom területéről. Vagy Káldeus a mágus, Káldeus, jegyezzük meg ezt a nevet, mert nem árt néha tudni, hogy a káldeusok végeredményben kicsodák. Tehát Káldeus, ez egy fogalom. Káldeus tudománya miről volt híres? A csillagos égboltot jobban ismerték, mint a tenyerüket. Erről volt híres. És sajnálom, de a szírkereszténységgel nem tudunk foglalkozni. Szent Efrém, nem mi alattuk szenté, őskereszténység, nincs még római, nincs még bizánci. Ez mit jelent? Ennél ősi kereszténység nem lesz a világ történelemben. Miért? Akkor indult. És megjelenik a kincses barlang, ez magyar nyelven is olvasható, Prométheus könyvsorozatban jelent meg, Helikon könyvkiadó 80-as években. Itt mindenféle vallásos irodalom napvilágot látott, maja kicse indiának szentkönyve Popolvú, Upanishádok, a hindu szentíratok. És ebben a, meg itt jelent meg először hosszú idő után a Korán is, kötetben magyarázattal. Végig ígérnek egy könyvet, ez a, volt a címe, manikeista szövegek. Mi az, ami soha nem jelent meg? Zen-buddhista, koanoktól kezdve, etióp keresztény örömüzenetig minden megjelent, érdekes módon, a manikeizmus mindig váratott magára, még nem az egész sorozat meg nem szólt. És az ember ne legyen gyanakodó. Az első könyve olyan könyvsorozat volt, hogy mindig felírták, hogy előkészületben. Körülbelül 10 évig futott a könyvsorozat. Már az első éven belül feltüntették, hogy előkészületben manikeista zsoltárok kínuszok. Soha nem. Ilyenkor ki a, hogy úgy mondjam, döntnek? Aki mindig úgy dönt, hogy na most ne jelenjen meg. Na most se jelenjen meg, és teljesen lekerül a napirendről. Mindegy, mert azóta van Arvis úránk, van Jotengrit együnk, van Jotengrit kettőnk, van Jotengrit hármunk, van 25 éves István a király, rockoperánk, bravo. Tényleg gondoljuk végig, hogy hova jutottunk. Gyakorlatilag kell a magyar történelemről neked valami érzelmi rálátás? István a király. Kell neked kemény őstörténet? Nem jó neked a finnugorizmus? Megkapod a finnugorizmust, 5000 évre visszamenőleg 24 hunytörzs szövetséggel, medvetoros évekkel. És ez a kemény. És gondoljuk már végig, Sztálin katonák küld Magyarországra. Nevük Sztálin egy tantárgyát. Először Kijevből küldik azt a partizán, aki a Szent Könyvet, az Arvis úrát, derekát. Hát akkor azt javasolta, hogy mást menjen. És itt nem Pál Zoltán a hibás, ő egy egyszerű, becsületes, tisztességes ember. Valamit megtettünk, hogy nekünk nagyon szeretnek őstörténeti múltakat adni, csak azért, hogy a sajátunkat ne ismerjük meg. És szkíta népek medvetoros években mikor számoltak? Valaki egy magyar népmesét mutasson nekem a táltos medvéről. Egy magyar népmesét. Valaki keressen egy magyar embert, aki a göncöl szekeret, úgy nevezi meg, hogy nagy medve. Világos? Eddig nem jött a medve, majd jön őstörténeti csomagba. Majd megkapjátok. És nem azt mondja az ember, hogy nincs benne igazság. Miért ne lenne? Miért ne lenne? Na de magyar őstörténetet feketeöves kendó bajnokokra fölépíteni, meg ilyen, hogy mondjam, ilyen telefonkönyvszerű
rimalányos zsúfoltsággal meglepni. Hát persze, ami tehetséget beletett Pál Zoltán, az ember feletti volt. És ha az ember azt mondaná, mert hogy szerepel a mű elején? Palóc, hitrege világ. Kik nem tudtak erről soha? Mutassunk egy palócot, aki Brumi medvére vezette volna vissza az éveket. Bárki tud ilyeneket csinálni. Egy biztos viszont, ha ez úgy kerül forgalomba, mint a gyűrűk ura, akkor az ember azt mondja, ez egy akkora ihletett irodalmi teljesítmény, hogy minden elismerése. Ha az István a király rockopera úgy forog, hogy ez egy rockopera, de Acél Györgytől kezdve Gyurcsány Ferencig ne lobogtatná mindenki a művet, 80-as évek kezdetétől szinte, akkor az ember nem szólna egy szót sem. És nem tudnám, hogy ki írta a szöveget. Nem tudnám, hogy két hazáruló közül lehet válogatni. Az egyik csak kirántja magából, hogy na, hát ne bántsatok, Bizánc jelét magamra vettem. Koppány elvtárs. Másik mit mond? Válaszd Rómát, holnap tiéd az ország. Hát mikor volt ez Szent István idejében kérdés? Viszont, hogy melyik unió felé lendül ki az a mocskos nyelv? Hazaárulás útja. A sajnos nagy kérdés. Hihetetlenül nagy kérdés. És mindig a súlykolása a műnek az a figyelmeztető. Hogy így terjed? Hogy érdekes módon itt a könyvesboltok átveszik. Előtte vittünk egy más művet, könyvesboltból páros lábban rúgtak ki. Nem a kiadáson van a hangsúly, hanem az, hogy utána dobják el, miközben megyek a zsúfolt utcán, vagy nem dobják utána. Hát lehet érzékelni. Másik példa, mert lassan most már tényleg befejezzük. 2012 a Maya kódexek szerint világvége. Kilátott a Maya csillagászatról, Maya kultúráról hitelt érdemlő jó kiállítási művet. Egyet nem láttam még. Viszont a úgynevezett Maya világvége kódot, megyünk az utcán, jönnek zsákos emberek, van neked ebből, akkor adok neked. És súlykolják bele az emberiségbe, hogyha innen nem vagyok hajlandó világvégét elfogadni, akkor majd Mayáktól megkapod. Kifejtette meg még a Maya időszámot. Kifejtette meg úgy a Maya nyelvet. Nem baj, mert a Maya proféciák szerint 2012-ben világvége. Élek a gyanúperrel, hogy ez egy szabadkönyves dátum. Élek a perrel, gyanúperrel. Hát abba gondoljunk bele, hogy lehet odáig eljutni, mint a tyúkon lakói, hogy már a természetes, nem tudjuk, hogy úgy mondjam, visszasírni, mert már csak mesterséges termékeket kapunk. Egyfolytában, de minden területen. És azt hiszik, hogy tájékozottak vagyunk. Na most így jutunk vissza, és lassan a végéhez, és most már született tényleg, elkerüljük a János evangéliumokhoz. Mármint a János evangéliumához. És már az elején felmerül egy kérdés. Támadhat-e valami jó Názáretből, más változatokban Galileából? Akármit veszünk, Galilea vagy Názáret, mit jelent? Tehát rögtön a János evangéliumának elején vagyunk, és Fülöp mondja Nátánaelnek, azaz Bertalannak, ide figyelj Nátánael, az a helyzet, akire eddig vártunk, megjött. Erre mit mond a prozelit? A prozelita, Galileus, Nátánael. Mit mond? Ne felejtsük el, őket tegnap térítették meg. Fél napja hajtották be őket a zsinagógákba. Magyarul, ami neki meg van írva, az meg van írva. És képzeljük egy friss elmét, aki jól megtanulta a leckét, és egyszer csak felkeresi őt a méltán híres Fülöp apostol, és azt mondja, ide figyelj, eljött. Honnan jött? Hát Názáretből. Na álljon meg a menet. Itt van kezemben az Ószövetség, hát olyan formában nincsen, de meg van írva.
Názáredből támadhat-e valami jó. Nem, hogy messiás, úgymond, most én nevezem így, még próféta sem. Most ez mire figyelmeztek? Máriából. Jézus nem onnan jön, ahonnan lögdösni próbálják őt egyfolytában, de a vallás alapítás közegébe. Aztán János evangélium előbbi 1.46 volt, ez nem 1 óra 46, az első fejezet nem lehalt. János 7. fejezet. Némelyek mondának, ez a Krisztus, mások pedig mondának, csak nem Galileából jön el a Krisztus. Gondoljuk végig, Jézussal már az indulásnál baj van. Miért? Mert nem Júdeából származik. Nem is Szamáriából. Tehát a Palesztinát ebbe az időben megnézzük, egyre jobb az a tábla, ugye a törlés. Tehát megnézzük, akkor kiderül, hogy van egy alsó rész, ez legyen Júdea. Ez a terméketlenebb terület. Jegyezzük meg, ez a terméketlenebb. Tehát itt mezőgazdasági ételt, italt előállítani hihetetlenül nehéz. Sivárabb, sivatagosabb, kövesebb, szikárabb a táj. Utána jön Szamária, és hát Szamária ebben az időben nagyobb szálka Júdea szemében, mint Galilea. Kapaszkodjunk meg. És a szamáriainak is megvan a véleménye a júdeairól. Egy alkalommal Jézus és tanítványai Galileából mennek le Jeruzsálembe. Ez miként? Át kell menni Szamáriába. Szamárián. Szállást kérnek. És hogy utasítja el mondjuk a falu egyik lakosa? De nagyon keményen. Azt látja, hogy Galileából jönnek. És mit mond? Ha ti Júdeába mentek, itt ugyan meg nem álltok éjszaka. Erre mit szól Péter? Péter az mindig lelkes, indulatos. Uram, akarod, hogy villámmal még a írmagját is eltöröljük ennek a helynek? Az áldott jó Péter. A megértő, a csöndes, a szerény, gondolj, hogy nem kapnak éjszaka szállást. De nem itt lehet mondani. Na megállj, jössz Galileába majd, én sem adom. Már ez is egy kicsit olyan túlindulatos, egy szeretett vallás híres apostolától, Uram. Itt a villám a kezembe, sújtsunk. Erre mit mond Jézus? Maradjál nyugton, nem tudod, milyen lélek beszél belőled. Átmegyünk a következő faluba, és ott lesz szállásunk. Most ez mit jelent? Pattanásig feszült a helyzet. Tehát pattanásig feszült. Magyarul nagy Szamár az, aki nem tudja, hogy Szamária megint csak nem zsidó lakosságú. És jegyezzünk meg egy dátumot, mert az egészet itt kell tetten érni. Hát úgymond Jézus születése előtt 722-ben már szétszakad két részre a zsidó állam. A déli lesz Júdea, Júda és Benyámin maradnak ott, és a többi 12 vagy 10 törzs, ez Izrael, az északi területek lakosait az asszír uralkodó hova viszi? Hát valahova elviszi Mezopotámiába, és Mezopotámiából Szamáriába és Galileába, pedig Mezopotámiából népeket telepít oda. Hát ezért halljuk azt, hogy mi pártusok, ők nem telepítettek, a mélyek viszont elég régiek, és van Mezopotámiában egy nagyon régi állam, ez az Elam. Ez párhuzamosan fut szinte sumér kultúrával. Ez a Szúza a központja aztán perzsa időkben. Ez az inkább a keleti, tehát perzsa öböltől és a Tigristől keletre lévő lenti területek. És úgy tűnik, hogy az asszírok, na még ők behoznak valamit nagy üzembe. Az őslakosokat, bár itt a zsidóság nem volt őslakos, de már ott élt mondjuk 500 év. Mit tesznek minden területen? Kitelepítik a lakosságot, és a kitelepítettek helyéről, más területekről visznek embereket. Na most minden agresszív birodalom így csinál, ilyen volt a római birodalom is.
Ez valami félelmetes dolog. Gondoljuk végig, hogy kik gyakorolják majd a kitelepítés mozgalmat? Amerikákon a telepesek kitelepítik szülőföldjeikről az indiánokat, ilyen lakhatatlan rezervátumokba telepítik. És hát egyfolytában még az 50-es években is ment a kitelepítés. Tehát nem a 20. század és a 19. század találta fel, hanem lehet érzékelni a történelemnek, vannak agresszív irányítói. És ha tartósan kezükben marad az irányítás, a világ sorsa hihetetlenül nehéz helyzetbe kerül, és egyöntetű globális módon most nagyon, hogy úgy mondjam, ilyen kezekben van a világ sorsa. Ezért veszélyes, mert egyidejűsítették az emberiségnek a múltját. Tehát ahol lehetett, elvették, és mindenkit ugyanabban az egyidejű időütemrendbe éltetnek. Akármilyen időszámítást használ, ő most ebben a világ időben él. És 722-ben kinépek és benépek. És végeredményben ez a Szamária, ez a legkeményebb terület Heródes idején, mert ezeket nem tudták prozelitává tenni. Galileát viszont igen. Megyünk egy emelettel feljebb, és Galilea ugyanúgy nem Júdeához tartozik, hanem frissen, hogy úgy mondjam, római és római. Tehát kisegíti elő azt a jelenséget, amit Jézus úgy mondta, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogán zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett a gyehenna, tüzére tettétek őt, kétszer inkább magatoknál. Na de itt, ha nincs segítő hatalom, a római, hát azért az életben nem tudják ám megtenni. Tehát a tragédia az, hogy annyira kemény, hogy úgy mondjam, zsidó központú a messiás várás, hogy ezekről a területekről nem is jöhet. Tehát pusztán az a tény, hogy eleve az ő tanítványai egy kivételével honnan származnak. Egyetlen egy ki, a 12-es csoportból egyetlen egy kivétel, mindenki Galileából származik. Csak nem Galileus vagy te is, hányszor hangzik el? Tehát, vajon te is Galileus vagy-e? Hát így hangzik el, Nikodémusnak mondják, aki zsidó származású. De nagyon Jézus mellett van, és elhangzott egy mondat, hogy ugye például, hogy miket kapunk mi napi szent leckénél, de nem is egyházi körökből, hanem ilyen jól értesült baráti körökből, ilyen kicsit rezignált arccal, hogy hát a efeszoszi zsinat, vagy a jó ég tudja milyen zsinat, a lélek vándorlásra vonatkozó kérdést törölte. Most ehhez képest csak ilyen kérdéseket feszeget mind a négy evangélium. Mondok két példát, és érthető lesz. Megkérdezik Jézustól, hogy ki volt keresztelő Szent János. És Jézus mit mond? Íjés proféta volt ő, csak nem ismerték föl. Miről beszél Jézus? Nagyon nehéz kitalálni a reinkarnációról. Mit mond Jézus? Az a lélek, amelyik megtestesült, így és profétaként és történelmi, személyhez kötött sorsot élő, halála után a következő alkalommal megtestesült keresztelő Szent Jánosba. Vagyis nem két különböző ember, hanem egy léleknek kétfajta megtestesüléséről van szó. Hát ez micsoda, hogy nem reinkarnáció. Majd Nikodémus elmegy Jézushoz, és mit kérdez? Tehát erről a Nikodémusról van szó. Bémehet-e az ember az anyjának méhébe másodszor is, hogyha vén? Könyörgöm, ezek nem mai értelembe vett szobatudósok. Tehát mire kérdez rá? Bemehet-e az ember az ő anyjának méhébe másodszor is, ha vén? Könyörgöm. Ne aludjunk most, majd mindjárt vége van a dolognak. Hát mire kérdez rá? Azt, hogy megszületek-e újra? Na és itt jön a zseniális válasz. Nem is zseniális, mert ez buta kifejezés. Nem azt mondja, hogy igen, nem azt mondja, hogy nem. Sokkal bölcsebben válaszol, ezért mély értelmű. Azt mondja,
szélzúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jöjj és hova megy. És így van mindenki, aki embernek született. Ez a lényege. Na most a szélzúgását hallom, sejtem, hogy volt velem valami születésem előtt, de nem tudom. A szélzúgását hallom, és sejtem, hogy lesz valami velem halálom után, de nem tudom. És itt jön a válasz, hogy viszont mit kell tudni, ez lesz az esti házi feladat. Tehát ez megint ilyen mai gyomlált agyakban szerepel tételként, vagy azt mondja, hogy van renk, van, és ő volt Csingacsuktól, Tutenkámon, Fáraóig és Csaba királyfitól kezdve mindenki, hogy az nem. Az élet az olyan, nyugodjunk meg, fogalmunk nincs, hogy hogy van, fogalmunk nincs, hogy hogy végződik, tehát egyet lehet tudni, nem az én pillanatnyi véleményem fogja eldönteni, hogy van vagy nincs. Legalább egy kis szerénység és alázat megjelenhetne. Na de, ez a keményebb. János 9.30. Lehet, hogy pont annyi idő van. De mi tudjuk, és ez nagyon kemény, mert így zsidók mondják a Jézus által meggyógyított vaknak. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Mi a baj Jézussal? Nem az a baj, hogy embert gyógyít, vakot süketett. Nem az, hogy halottat feltámaszt. Hanem egy hitű zsidó becsületesen elmondja, hogy mi a problémája. Ez nagyon becsületes. Akkor az úgynevezett keresztények mérkésztetik ezeket a szegény, becsületes zsidókat mindennapi hazugságra. Tehát itt most már fordult a kockán. Gyakorlatilag a pápista vallás volt, ez a tridenti zsinattal indult, nem kereszténység a főszereplő, így is nevezik a római kereszténységet onnantól kezdve, református körökben, pápista. Mit jelent a pápista? Nagyon kemény. Ez már nem is az, hogy római keresztény. A római katolikusról ne is beszélünk, mert nem is ismerik ezt a fogalmat. Mert van katolikus a középkorban, és van római keresztény a középkorban. Horribile dictu, a kettő nem ugyanaz. Magyarországon katolikus vallás van, nem római jelzővel. Eleve a katolikus azt jelenti, hogy egyetemes, tehát ellentmondás van a fogalmakban. Nem lehet akkor róma. És az ember így döbben meg, amire Vigyéz János figyelmeztet az egyik levelében, és akkor jön el az emberiség végső időszaka, amikor a szavak nem azt fogják jelenteni, amit jelentenek. Na, akkor az emberiség végképp zsákutcába kerül. Mondjuk arról, hogy reform. Naponta mondják, mit jelent a reform? Helyreállítás. Visszaállítok valamit eredeti állapotba. Ma mire alkalmazzák? Mindennek a tönkretételére. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki beteg, ezért mondjuk reformétlen mondjuk, és meggyógyul, akkor mi lett vele? Reformált, szó szerint. Tehát visszaállt a régi természetes egészsége és állapota. Na most, ha katolikus egyetemes, a római, római, tehát egy része, egy ágazata a kereszténységnek. Ilyen pedig, hogy római katolikus végeredmény nincs. Az azt jelenti, hogy római egyetemes. Tehát már önmagában nem lehet egyetemes, hogyha római. És ez csak úgy, mint a Biblia, a 16. századnak a terméke. 16. Nem is ismeri az egyház történet sem ezt a fogalmat. Így korábban. Na mindezt miért kellett ennyire, én nem kell már ennyire részletesen, csak jelezni szeretnék valamit, hogy általában a zsidóságot sokféle vád éri történelmi, hogy úgy mondjam, léte óta. Hol joggal, hol valami, egy viszont biztos. Zsidóságot azzal megvádolni, hogy nem tudja, hogy ki a zsidó, ilyen még nem született a világ történelemben. Mert ha valaki egyik zsidóról tudja,
másikra rátekintve a zsidó, akkor ott vitán felül áll a dolog. És mi a probléma Jézussal? Hogy van egy tömbben, Júdeában, itt már rég nem Izraelről van szó, és gondolom észrevettük, hogy Jézus nem Júdea helyreállításáról beszél, ilyen címszó alatt, hanem Izraelről. Izrael elveszett bárányból. Tehát 10 törzset elvittek. Tehát neki van valamilyen, hogy úgy mondjam, látása arról, hogy hogyan lehetne megreformálni ezt a júdeai rétet, de soha ószövetségi Isten nevet nem használ. Ez megint kemény tétel. Hol beszél Jézus arról, hogy az én Istenem a Jéhávé, vagy Adonáj? Hol beszél erről? Gondoljunk végig dolgokat, annyiszor mondtam, hogy már én is a végére jutok lassan. Tehát a legfontosabb dolog az nyilván azt, hogy szólítom meg az Istent. Egyszer nem csúszik ki Jézus száján az, hogy Jéhávé, vagy hogy Adonáj. De Elohim neve sem, hanem a keresztlád mondja azt, hogy Éli, Éli. És az élő Istenről nem hallottuk? Hát hogy nevezik Kis-Ázsiától Belső-Ázsiáig az Isten? Él, könyörg. Mi megint egy csőből, vagy egy, hogy úgy mondjam, termékből ismerjük, és elfelejtjük, hogy minden, hogy úgy mondjam, akár szemita, akár nem szemita név, gyakorlatilag az őkorban, csak milyen nyelven. Ha nem rabozza tovább az Istent, annyit fog mondani, hogy él. És ő mivel kell szembeni? A halállal kit fog szólítani? Az élő Isten, és akik ott vannak a keresztfa alatt. Érdekes módon megvágják éjjel és nappal, és vágják az emberek képébe. Abban a reményben, mivel már ő se olvassa az Új Szövetséget, vagy ha olvassa, akkor kétféle volt. Ha úgymond magyarázunk valamit, akkor mi a válasz? Szó szerint kell érteni. Nem szabad belemagyarázni semmit. Ha szó szerint értelmezzük, mi a válasz? Az nem úgy van, azt nem úgy kell értelmezni. Érdekes módon ezzel az ige értelmezésnek mind a két lehetőségét kizárja. A magyarázást is, azt, ami tényleg van, mert maga Jézus példázatokban beszél. És egy példázatnak ezerféle jelentése van. És ugyanakkor pedig, amikor nem példázatban kijelent, mind a kettőt kiiktatják, ha kényes a téma. Ha kényes. Hát, nagyon egyszerű itt a dolog, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Világos? Nem lehet belemagyarázni semmit. Erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Nem etiópiai benszülöttek mondják, nem Kongóban élő zulu harcosok, azok egyébként nem ott élnek, hanem gyakorlatilag itt vagyunk lent Júdeában. Itt vagyunk Jeruzsálemben. És zsidóság becsületesen elmondja. Most kicsit körültem. Tudjuk, hogy feltámaszt, tudjuk, hogy gyógyít, te ide figyelj. A mi hitünk alapján tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten. Tudjuk. Őseink útján ez fennmaradt. Erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Akkor születhetette a júdeai Betlehemben. Születhetette Júdeában. Nyilvánvaló módon nem. És ez a következő tétel Betlehem kérdése. Mert Galilea területén van egy Jézus születése előtt 13. évszázad óta adatolt Betlemon, ez a Betlemennek a névváltozata, 13. század. Telamárnai levelezés, ez a híres Echnaton fáraó ideje. Van. A déli Betlehem első ejtése mikortól származik? Ez nem jelent semmit, csak tragikus a dolog. Jézus születése utáni
második, harmadik század. És miért? Azért, mert amit idéztem, szír kereszténységet csak nem fejeztem be, az Ószövetségi részének Nimród a főszereplője. Nimród jövendőli meg, hogy meg fog születni Jézus. Átlépünk, nem Jákob, nem Ábrahám, nem pátriárkák, nem proféták. Nimród jövendőli. Átlépünk az új szövetség idejébe, és a káldeusoknak Babilon városába Jézus születése előtt 2 évvel megjelenik egy csillag. A csillagban egy fiatal lány van, hát ez nyilván azt jelenti, hogy hajadon vagy is szűz, a kezében pedig egy koronás gyermeket tart. Így indul, és utána néznek Nimród kinyilatkoztatásában, szír kereszténység, Jézus születése utáni 3.-4. évszázadban vagyunk, és feltárul előttük, még meg sem születik Jézus, Jézus egész életútja. És atyáiktól örökölt tanítás, és a csillagok üzenetének útján elindulnak felkeresni a betlehemi jászolt. Na itt veszi át a történetet a Máté evangélium, mert a 3 mágus eljut Jeruzsálembe, és kérdezik, hogy hol van a fiú, aki megszületett. Na, ették vagy itták Jeruzsálembe az ügyet. Senki nem tudott semmit. Akkor milyen jövendőlések vannak? Újszövetségi proféták megjövendőlték. Persze, Emmanuelnek fogják hívni. Írja még az Újszövetség is. Csak van egy nagy, bitang nagy probléma. Nem Emmanuel. Ezeket a csatornákat kell most már végre tisztázni. Tehát van egy olyan üzenet, amit meg kell értenie annak, aki Messiásban és Emmanuelben gondolkodik. Tehát legyen Messiás, legyen Emmanuel, csak fogd fel. Na de ő Jézus és Krisztus. És ahol születik, honnan tudjuk, hogy nem lehet a Jeruzsálem, tehát a júdeai Betlehem, honnan? Azt mondja Heródes, hogy menjetek el, keressétek meg a gyermeket, mert tudjátok, hogy hol van, most saját szavaimmal mondom, mert Heródes nem látja a csillagot. Az írástudó farizeusok közül senki nem látja a csillagot. A Jeruzsálem lakói nem szaladnak, hogy ott a betlehemi csillag. Kik látják eleve? Nem külső látás, belső látás. A bölcsek. Azt mondja Heródes, menjetek el, keressétek meg, nézzétek meg, és mondjátok el, hogy hol van, ki ő, milyen, és majd én is oda megyek, és tiszteletemet adom. És majdnem így van, csak hogy a mágusokat álmában meginti a Teremtő, hogy eszükbe ne jusson visszamenni Jeruzsálembe. Miért? Mert Heródesnek más a terve. Na most napnál is világosabb van. Én nem jártam itt, tehát fogalmam nincs, de akik jártak, elmondják. Jeruzsálemtől ez a déli Betlehem, vagy júdai Betlehem milyen messze van. Elindulok így, szaladok, vagy biciklizek, és fél óra alatt ott vagyok. Fél óra alatt. Na most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Egy egészen más helyszínről beszél. Ugyanis, ha ez az a Betlehem, akkor Heródes azt mondja, hogy gyerekek, üljetek le, zuhanyozzatok le, pihenjétek ki magatokat, ide a külvárostól 3 macska, 2 szöcske és 4 cica ugrási távolságra van Betlehem, és majd együtt elmegyünk. Igen ám, hiába prozelita vidék az északi vidék, fegyveres kíséret nélkül Heródes Szamárián keresztül Galileába nem mer bemenni. Tehát mit mond? Menjetek el, nézzétek meg, és majd jelentsetek. És neki fel kell készülni, és hogy megy majd oda? Fegyveres katonasággal. És lemészárolja a gyerekeket 2 éves korig. Hát ez napnál is világosabb. Ja igen, csak hát aki Ben-Guron nőtt föl, meg a tévé, egy TV2, meg a cicavízió, meg a jó ég tudja, hogy milyen
elszakágazatos dolgokon. Tehát egyszerűen egyöntetősítik nekünk a képtelenségeket. És az egész oktatási rendszer, én tudom, hogy szükséges, tudom, hogy jó, nélküle már nem tudnám boldogulni. De higgyük, ha ma is az öregek tanítanák bölcs, életpróbált, emberpróbált öregek a gyerekeket, a korszakalkotó, ahogy úgy mondjam, képviselői nem tévelyegnének. Mióta tévelyeg az emberiség? Mióta van bölcsöde, mióta van óvoda, mióta van iskola. És nem tűnik fel nekünk, hogy egy Mátyás 15 éves korában érett férfiként választanak királyra. És nincs ilyen egy Szilágyi Mihály vagy egy ország nagyjai között senkiben, hogy hú, hát a betyár mindent, ez a gyerek még inkább a ilyen nyomógombos játékok világában él. Árpádházi Szent Erzsébet 24 évig él. 14 éves korában feleség, 15 éves korában édesanyja, 20 éves korában özvegy. 24 éves korában halott, és a Világegyház egyik legnagyobb női szentje. Magyarul ez mit jelent? Súgva mondom, hát ha mindenki ért belőle. Az már a szálló ige, ez a súgva mondom. De egy biztos, minden nagy tanítást így szoktak kezdeni, fülekbe súgom. Akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Hát gondoljuk végig, hogy a testi érettséggel régen párhuzamos ütemezésben ment a lelki és szellemi érettség. Ma 13 éves korában kész testileg, sőt már korábban, és egy férfiú 40 éves koratáj, na jó 50, eljut oda, hogy elkezdi kapizsgálni a férfi világnak az ízét. Egy nő mikor veszi észre, hogy ő nem liba és tinédzser és nem tudom kicsoda, ő egy kicsit jobb helyzetben van, mert gyakrabban néztük körbe. De hogy 35 év után kezd rádöbbenni, hogy ő nő. A legtöbb idióta nő ilyenkor akar anya lenni. És eddig mit csináltál, könyörgöm? Most gondoljunk már végig valamit, amire mi büszkék vagyunk. Az a kategória, amit József Attila így mond, mint fa tutaja folyamon, mint mélatóta tutajon száll alá emberi fajon. Hülyülünk el magunk. És erre vagyunk büszkék. És nem tűnik föl, hogy mondjuk régen egy 15 éves gyerek, az már érett embernek számít. Ha ilyen világ volt akkor, miért volt ilyen világ akkor? Egyszerű a dolog. Nem oda jártak iskolába. Tehát ennyit számít a oktatás. Hogy az tényleg felépít bennem egy sorsot, egy küldetést, vagy halogat. Halunkat. Hát ki fogjuk most már bírni közösen, nekem jobb a helyzetem, ide-oda cikázhatok, de most derült ki, hogy a magyar nyelv hihetetlenül népszerű lett. Hihetetlenül népszerű lett nyugaton. És egyetemeken, tehát Oxfordtól kezdve Párizsig, és még a túloldali területeken is a magyar nyelvet egyre több hallgató veszi fel. És elmondják, hogy miért. Majdnem abba az esetbe jutottunk most bele, hogy már a magyar nyelvet is privatizálják. Ugyanis fölfigyeltek valamire. Az emberiségnek több mint a kétharmada, majdnem teljes egésze, háromnegyedénél több. Az gyakorlatilag a két agyféltege közül, bölcsőtől koporsóig egyetlen egyet használ. Melyik ez? Ez a bal oldal. És akkor csodálkozunk, hogy nemzetközivé lett a világ. Na ez az oktatási rendszer. A jobb oldalit nem használja. Viszont az egyik a racionális, hogy úgy mondjam, pálya, főfelelőse, a másik meg így kell most fogalmaznom, mondjuk az intuitívé. Egy biztos az alkotások, hol születnek. A jobb oldali agyfélteke területéből indulnak ki, ha lehet egyáltalán így fogalmazni. A másolások, a
az utánzások, a bemagolások, ami nagyon fontos, mintakövetések viszont, racionális, baloldali agyférteke, mind a kettőre szükség van. Egyszerre mind a kettőre. Bármelyiket használjuk kizárólagosan, elkorcsosul az emberiség. És főleg akkor, ha csak a balt. Gondoljuk végre, azt jelenti, hogy azon ki, hogy egy meg egy az kettő, ide teszem, oda teszem, 64-es busz jön, fölszállok, harmadik megállónál leszállok, megnyomom azt a gombot, kijön a kép, elteszem az üveget, kiesik a pohár, tehát gondoljuk végig, napi szellemi életünk milyen távlatban megy. Egyszer végig látnánk egyszer egy napunkat, elsírnánk magunkat. Egy napot végig követnénk, hogy mire használjuk az emberségünket, zokognak. És kiderült, hogy a magyar nyelvnek mi a titka. A jobboldali agyférteke működést úgy stimulálja, hogy az egész agyműködést egyensúlyba hozza. Magyarul emberré teszi az embert. És jelen pillanatban egyetlen egy ilyen nyelvet ismernek a világon. Amelyik nem ezt az oldalt használja, hanem mind a kettőt, és ezt a részt nagyon erősen. És nem alá és fölé rendelt lesz a kapcsolat, hanem mind a kettőnek megvan a maga ideje, mint ahogy a nappalnak és az éjszakának. És ez tényleg egy, hogy úgy mondjam, elképesztő jelenség. És az is, hogy most már csak két következik. És ezek után Galileában jár vala Jézus, mert nem akar vala Júdeában jár. Ezeket a feszültségeket úgy átlépik, de nem is létezne. Van egy botladozó szegény nép, aki nem ismerte fel benne a megváltót, hát jó saját törvényük szerint elé, aztán kész. Az, hogy milyen az általános történelmi helyzet, az, hogy itt keleten, vagyis nyugaton van a földközi tenger medencéje, van egy ilyen elképesztő agresszív birodalom, és keleten, ha nézünk ilyen bibliákhoz mellékelt térképeket, én legalábbis így emlékszem, lehet, hogy itt is a túlzások fognak elragadni. Érdekes módon a Palesztina, tehát a régi Kánán és a filiszteus területek biblikus tájképet közölnek, vagy néptérképet, szinte az egész földközi tenger medencéjét belefoglalják, tehát mindig így adnak térképet. Tehát Palesztína és tőle nyugatra. Az, hogy itt a szomszédban is van világ, alig van ilyen térkép. Miért? Mert ide kell írni, hogy Pártia, akár Háva, teljesen mindegy, hogy hogy írjuk. És a bevezetőben elhangzott egy mondat, csak nem lett befejezve, római történetírók leírják, hogy szkíták, és saját nyelvükön mit jelent a népnév? Mivel ők a szkíták pártosai, mert ott hagyták a szkítákat. Mert a szkíta népből váltak ki, ezért pártosnak nevezik őket. Na de milyen nyelven? Ezt leírják latinul. Mivel elpártolnak a szkítáktól, tehát pártot ütöttek és elszakadtak, ezért pártosoknak nevezik őket. Kár, hogy most nem tudom felolvasni, szó szerint ezt jelent. És képzeljük el, hogy egy mai történészünk nem sikít fel, hogy könyörgöm, milyen nyelv. De miért is őszintén? Nem, erről nem kell tudni. Meg arról, hogy ezek után Galileában jár vala Jézus, mert nem akar vala Júdeában járni. Mivel, hogy azon igyekezének a júdeabeliek, hogy megöljék. És jön az utolsó, tehát itt pattanásig feszült a helyzet. Tehát csak azért, mert ő gyógyít, vagy nem. És van még egy kényes kérdés, amit nem nagyon tárgyaltunk, és már nem is fogunk, a szombatnak a kérdése. Hogy rendelkezik a JHVH nevezetű Isten a választott néphez, apostróf, tehát választott népnek, hogy rendelkezik bizonyos ügyekben. Amikor a törvények alkotás, Tórát vegyük elő. És a
azt mondja, hogy közted és köztem a szövetség jele a szombat megtartása lesz. Közted és köztem. Tehát egy nép, és úgy mond az Isten között. És mit mond? Tehát, hogy a zsidóságot is értsük meg. És aki közöttetek a szombatot megszegi, mi az egész Ószövetség alapja? A szombat megtartása. Hát ma is menjen el valaki Izraelbe szombaton. Mondjuk vallásos helyre menjen el. Aki a szombatot megszegi közületek, mi legyen vele? Még az ír magját is ki kell írtani. Vétkéjér halállal lakolja. Jézus hogy indul el? Szombaton is szabad jót tenni. Már azon nyomban meg akarják kövezni. Miért? Mert ő számára a szombat azért, hogy jót tegyen, nem jelent mágikus akadályt. Ha csak ez lenne, kedves lelkésznek, plébánosnak már zokogni kellene, hogy hogy hirdethettem én eddig, hogy az Ószövetség alapja az Új Szövetség. Hogy hirdethettem én ezt eddig? Vagy ki hazudik és kinek hazudik jelésnappal? És a világ ebbe a hazugság iszonyatban sajnos bele fog fulladni. Gondoljuk végig, egy olyan világban élünk, én nem állítom azt, hogy minden magyarázat hiteles volt, de nem azért nem állítom azt, mert nem hiszem azt, hogy az volt. Lehet, hogy az ember bizonyos kérdésekben téved. De az idézetek nem tévednek ám. Hát ezeket nem lehet máshogy magyarázni. Ha nem Petőfi Sándor, talpra magyar kezdtük itt bele magyarázni a helyekbe. És a szombat, ha valakinek nem üti ki a szemét, nem nyitja meg a fülét, nem lehet mit segíteni. Hát szombaton gyógyítanak. És ezért már baj támad. És akkor vegyük elő az Ószövetséget, aminek mi a lényege. Maga az Úr mondja Mózesnek. Aki közületek a szombatot megszegi, az én törvényem parancsát nem tartja be, írtassék ki közületek. És képzeljük el a zsidóságnak ezt a dilemmáját. Messiásnak gondolják, de nem Dávid házából származik. Júdeából kellene jönnie, de Galileából érkezik. Ahelyett, hogy az Ószövetség minden pontját beismeri, ők is rácsodálkoznak, hogy tudja ez a törvényt, ha nem is tanulta. Horribileg a gyermek Jézus esete a templomban. Na most mit mondanak? Zsidók döbbennek meg, mert zsidók tanítják zsidóknak. Hogy hogy tudja a gyerek a törvényt, holott nincs körülötte senki olyan zsidó származású tanítómester, aki megtanította volna neki. Tehát Jézus tudja. De mit mond? Új parancsolatot adok nektek. És ezt nem veszik be. Az új parancsolatot. Vége a törvénykorán, eljött a kegyelem korszaka. Végre a büntető Istennek jön a kegyelmes Isten. És itt a szombat az tényleg kulcsfontosságú. És tényleg hangsúlyozni kell, mert mi egyik oldalról már jól érvelünk, de képzeljük el ezt a zsidó társadalmat. Nekik atyáik megírták, ha a szombatot valaki megszegi, annak ki kell menni a világból. Ez meg állna a feltámaszt. Halottakat szombaton, gyógyít szombaton, kalasztép szombaton, eszik-iszik szombaton. Szóval mindent, amit meg lehet szegni, az gyakorlatilag megszegi. És jön az utolsó, és ez a legkeményebb, Márk 12, apostolok cselekedeteiben is vissza, minden evangéliumban megtaláljuk a megfelelő helyet. Lemegy Jézus a jeruzsálemi nagy templomba. Ezt szokták azt mondani a végén, amikor ezt a bizonyos utolsó kegyelmi dolgot elvégzik. Nem akarom kimondani, hogy mit, de mert ez valaminek a végét jelenti. Kegyelemdöfés. Tehát most jön a kegyelemdöfés, mégis csak kimondott. Tehát van egy olyan pont, ahol Jézus, tehát van egy határ. Ha nektek az kell, hogy messiás, messiás. Ha az kell, Dávid háza, Dávid háza. De van egy pont, ahol ez hazugsággá válhat. És amikor már innen jön a dolog,
mert eszmei szinten legyen Dávid háza, legyen Mesiás, de van egy pont, ahol viszont nem lehet eszmei szinten megoldani kérdéseket, és a kincses barlanggal kapcsolatban valami még kimaradt a régi népek logikájára. Az a kincses barlang, ez fontos most, hogy így bevillant. Mert ezért kezdtem el ezt a káldeusi menetrendet itt menet közben. Ott viszont elmondja, hogy Nimród proféciája, Nimród előre, Nimród innen, Nimród onnan, és azt mondja, hogy Mária. És olyan családfát állít Máriának, hogy az Dávid házából származzon. Majd odaírja Szent Efrém, na tessék zsidók, saját szavaimmal mondom, ez kellett nektek, ezt kapjátok ki. Dávid házából származik. Nem tudom, hogy értjük-e a logikát. Tehát ez nem lódítás, nem hazugság, hanem a kornak van egy olyan, még Corvinusunkat is, simán megajándékozták a római Corvinusok nemzetségével. Tehát ez a lelki származási tábla, ez még a középkor végén is gyakorolt volt, csak a szegény Habsburgok erre mindig belebuktak. Mert olyan korban kezdték magukat Nérótól származtatni, meg Augustus Cézártól, akkor már kicsit olyan felvilágosultabb, barokkosabb korban voltunk, és körberőgte őket a világ. Hát azért engedtessék meg, ez azért túlzás és nevetséges. Tehát egy kicsit később csatlakoztak bele a passzát szélbe, ahogy mondani szokták. Nem tudok más mondani. És semmi alapjuk nem volt, csak az, hogy ők római királyok is lehet. Ennyi. Hát akkor Nérótól. Hát azért Nérótól újabban nem olyan egészséges dolog, úgymond, de a Néró úgyis egészen más, mint ahogy az ember először beleszólt az ügybe. Tehát lemegy Jézus a templomba, belép a templomba, és ami nagyon kemény. Tehát ez egy pattanásig feszült helyzet. Tehát itt nem egyik tanítvány mondja a másik zsidónak mondjuk, hogy térjél meg, hanem Jézus oda megy a templom főpapjához, színről színre, szemtől szembe. Mi módon mondják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid fia? Onnan tudjuk, hogy mit jelent egy ilyen mondat indítása. Ez már azt jelenti, hogy ti valamit nagyon rosszul tudtok. És ha csak ez az egy mondat, mert gondolom észrevettünk valamit, eddig mindig Jézusról mondtak, állítottak dolgokat. Most az, hogy a szomszédom mit állít rólam, ez attól függ, hogy igaz vagy nem igaz. Mi az, amit feltételezünk? Mi az, ami hitelesít? Tehát, ha Jézus nyilatkozik, akkor ezt a kereszténységnek komolyan kell venni. Miért? Mert ezt nem róla mondják tanítványok, nem róla állítják ellenséget. Ezt maga Jézus mondja. És minden evangéliumban szerepel, és az apostolok cselekedeteiben is szerepel. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézusnak ezt a mondását nagyon megjegyezték. Mert ez nem akármilyen esemény lehetett. Mi módon mondják az írástudók, hogy a Krisztus Dávid fia? És ekkor jöhetne az, hogy akkor szakít a zsidósággal. És most jön a béke jobb nyújtása. Maga Dávid nevezi urának őt, hát mi módon a fia neki? Gyönyörű. Gyönyörű. Tehát ez mit jelent? Hogy lehetnék én a fia, ha ő azt mondja, hogy én az ura vagy, tehát úrnak nevez. Tehát még egyszer, maga Dávid nevezi urának ő, hát mi módon a fia neki? Ez annyira egyszerű ez a mondat, és világos és tiszta, hogy végig is kellene gondolni. És leginkább azt, ami elhangzik. És a nagy sokaság örömest hallgatja. Ezek szerint a nagy sokaság, emlékezzünk, hogyan kezdődött a menetelésünk. A menetelésünk az úgy kezdődött, mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, melyben születtünk. Mi pártusok és médek és elámíták,
akik lakozunk Mezopotámiában, Kappadókiában és a világ minden táján. Tehát ez mit jelent? Még ebben a korszakban sem egyöntetű a zsidóság, hogy úgy mondjam, túlsúlya. És ezt nagyon jegyezzük meg. Mert az a sokaság, aki bent van a jeruzsálemi nagy templomban, nem azért örvend, mert született zsidó, hanem azért örvend, mert valaki végre kimondja az igazságot, hogy a megváltó nem Dávid házából származik. Tehát a megváltás nem csak a zsidóságra vonatkozhat, ha eljön az ideje, hanem az egész emberiségre. És ezzel én befejeztem. Köszönöm ezt a hatalmas lélegzetet. Az a helyzet, hogy én tudom, hogy könnyű szövegelni, de ilyen széken végigülni. Szóval, de hát valahogy be kellett fejezni. Hát mindent köszönjük a Biblia évéből, hogy hozzá kaptuk ezt a kis előadást. A jövőről nem is ez Biblia éve, de a négy évvel éve alkalmából ezt folytatni kéne. Jó, kitalálunk.